Ötödik rész. Egy. Egy jelentéktelen visszhang. Egy narancssága ruhába öltözött nő, egy nő a folyóból, egy nő a kereszten. Az NSC mérnökei kiemelték most a pilóta fülkéből, miután leszállt az Apollo mint egy álomfoszlánya a valóságban. Intravénás csövek, orvosságok. Életben tartanak. Okonor meglátogatta, megdöbbent a sérülésein. Azt mondták, úgy nézel ki, mint aki autóbalesetet szenvedett, jegyezte meg, miközben felmérte a törött orrát, a foghíjait, a lecsüngő szemhéját. Olyan mozdulattal simogatta meg az arcát. Ahogy egy apa érne a beteg lányához. Senon, annyira sajnálom, mondta, mindazt, ami történt. Nagyon sajnálom. Ezt már végigcsináltuk egyszer válaszolta, miközben felidézte, hogy ült Okonora beteg ágya mellett korábban, amikor a megfeketedett lábujjai és az üszkösödés miatt mentegetőzött. Csak egy vízhang vagyok, de ezt még nem bírta beismerni neki. Tartotta a férfi reakciójától. Nem volt szüksége szánakozásra, mentegetőzésre, és attól félt, hogy minden szeretete és baráti érzelme elmúlik, ha megtudja, hogy ő csak EJP szelleme. Egy olyan lécik egyetlen maradványa, ami kihunyt, amikor leemelték a keresztről. Én nem vagyok valódi, akarta mondani, de félt, hogy Okonor csak csalódottan sóhajtana a szavai hallatán. Mint amikor egy felnőtt lemond egy reménytelen gyermekről. Attól tartott, hogy magára hagyná a kórházban. Megtaláltam őket, mondta inkább, megtaláltam a librát, meséi. A fák ösvénye, a terminus tele, még a kék tüzet köpködő roncsra is emlékezett, de csak homályosan, mint egy álomra. Olyan dolgokat fogsz látni, amelyeket az elméd nem fog érteni. Az elméje már is elutasította a látottakat. Valahol náluk van a lábam, idézte fel a VR17-et, felboncolva, becsomagolva, eltárolva. Hadd kezdjem azzal, amiben biztos vagyok szólalt meg, a terminus nem végzett, nem bizonyosság. Azt hiszem, egyszerűen csak olyan nagy az esélye, hogy bizonyosságnak tűnik. Én egy terminus nélküli jövőből származom, de nem az, nem sorsszerű. Ezt magyarázd meg, mondta Okonor. Hilde Kruger szerint az NSC fogja a terminuszt a Terra firmára hozni, ez bizonyos események miatt fog bekövetkezni. Ezeket az eseményeket láncként emlegették olyan információ láncként, amelyek segítenek a haditengerészeti űrparancsnokságnak újra megtalálni azt a bolygót, ahol a Libra járt. Az NSC fogja idehozni a terminuszt. Ez nem létezik, Senon. A gyilkosságok, a tervezett terrorcselekmények, a vegyi fegyverek folytatta a nő. Csak ezt a láncot akarják megszakítani velük, azt akarják megakadályozni, hogy az NSC a terra firmára hozza a terminuszt. El akarnak riasztani minket a mélyvíztől. Az NSC okozza a kataklizmát, az hozza ránk a terminust. Nem hallgathatsz annak az embernek a mérgező szavaira jelentette kiokonor. Szerintem Petrik Mursult arra készült, hogy eladja az Esperance koordinátáit a haditengerészetnek, vagy a KCSN-nek forrását, vagy a Libra fellelhetőségét, mondta Mos. Azért kért tanúvédelmet, mert tudta, hogy Hildek Rugger megölni. Új azonosságot akart. Van egy Carla Dur nevű ügyvéd. Ő volt Mursult ügyvédje. Kétség öntötte el. Kárládárnak meg kellett halnia, Dr. Peter Driscollnak meg kellett halnia. Hilde Krugger szerint mindenkinek meg kellett halnia, a haditengerészeti kutatólaboratórium összes fizikusának, akikből egy szép napon a Fazal Systems lesz, a mély vízbátor tengerészgyalogosainak. Akinek a testét megfertőzték a kcs nek mindenkinek. Én az ártatlanokat védem, mi van azzal az ügyvéddel, kérdezte Okonor. Ő ártatlan felelte most, és szinte érezte, ahogy a jövő lavinája a jelenre zúdul. Akár hallgat, és hagyja az ügyvédet meghalni, akár beszél, hogy megmentse az életét, minden döntés rossz döntésnek tűnt, egy végjáték utolsó, tartalmatlan lépéseinek. Rettenetes csügyettség öntötte el, és legszívesebben elbújt volna a takaró alá, mint egy gyermek a rémálmai elől. Valami ott motoszkált a gondolataiban, a kérdés, hogy mi lesz. Ha megmenti az ügyvéd életét, akkor az NSC még gyorsabban rátalál az esperance -ra. Az ügyvéd életben marad, és eladja mursult információit. Nem, nem, gondolta, ez csak Hilde Kruger elmélete, mégis sarokba szorítva érezte magát. Védd az ártatlanokat. Kárlád úr ügyvéd folytatta, Petrik Mursult vele találkozgatott, és ő védelemre és pénzre akarja váltani a titkait. De nem tudja, milyen következményekkel járhatnak a tettei. Hilde Kruger vagy valamelyik követője meg fogja ölni március 24-én a Tysons Corner bevásárlóközpont gyorsét termi részén azért, mert Murszultal találkozgatott. A lánc egyik szemének tartják. A gyilkos egy vízhangfegyvert használ majd, egy Beretta M9-est, amelyet valószínűleg a Libra valamelyik tengerészgyalogosának a vízhangjától vesznek el és amely egyezni fog a Blackwater panzióban és a Torgyerszennél talált fegyverekkel. 24. -e három nap múlva lesz, bűnmegelőzési végzést akarok igényelni, mondta most, még megmenthetjük annak a nőnek az életét. A bűnmegelőzési indokolt lehet felelte a férfi, ha megmenti az életét. Elintézem a papírmunkát. Előállíthatjuk szigorúan titkos információk gyanújával, amennyiben valószínűsíthető hogy Mursult mesélt neki a mély vízről vagy a libráról. Kihallgathatjuk, kideríthetjük, hogy mit akart Mursult áruba bocsátani. Ezzel kihúzhatjuk 24 -e utánig. Felhívom a Fairfax megyei rendőrséget, megkérem őket, hogy állítsák elő nekünk. Ha nem találják, akkor majd a Tyson's Cornerben lépünk közbe. Kárlád úr, megkeressük. És most mesélj a libráról. Tudod, hol van? Az Isten szeme lángol, és a pupillája fekete. A vardogörben ragadt válaszolta mos. A tűz örvényében, ami átterjed az összes jövőre, nem tudom, hogyan fogalmazhatnám meg. A vardogörben ösvények nyílnak a fáktól. Te is láttad őket. A libra ott van a közepükön, és valamiképpen a terminus is, vagy a terminus egy része. Majdnem olyan, mint egy zsebuniverzum, mintha egy másik időben lenne, vagy az időn kívül. Enioku azt mondta, az elvékonyodott terek az időn kívül léteznek. A 13. Széliosztag átkutatta a retpatak környékét felelte Okonor, de Brunner parancsnok semmi olyasmit nem talált, mint amiről te beszélsz. Bele lehet csusszanni magyarázta mos, felidézve, hogy éppen olyan könnyedén tévedt el az elvékonyodott térben, mint egy közönséges erdőben, de megvan a trükkje. Én nem ismerem a Librához vezető utat. És van valami a szürke galamb számítógépén, amit látnod kell, egy üzenet, amit önmagadnak küldtél. A vardogör veszélyes, ha az ember letéved az útról, de Hilde Kruger úgy használja. Mint egy átjárót. Vízhangok, másolatok, univerzumok bejárata a fenyők között. Most teljesen kimerülten hevert a kórházi ágyon jóval azután is, hogy Okonor elment, amikor lehunyta a szemét, maga előtt látta a librából sugárzó tüzet mint egy fekete napsugarait vagy mint egy őt kereső, égő szemet. Én csak egy vízhang vagyok, a narancssárga szkafanderes nő volt az igazi. A narancssárga szkafanderes nő volt senommos. Az a nő meghalt. Te meg itt vagy. Mindenki üresedett, a teste, az ágya, a vérébe csepegő orvosságok, a klinika, a bázis, a világ, minden olyannak tűnt, mint egy csomagoló papír, amiben nincs semmi. Most magába nézett, és nem látott semmit. Úgy érezte, hogy ha beleválná a körmeit a bőrébe, és feltépné a melkasát, csak sötétség zúdulna ki belőle. Aznap éjjel nyugtalanul forgolódott, álmatlanul nézte, ahogy egymást váltják a percek az ébresztő óráján hajnali kettő és három között, a gondolatai szorongással teltek meg. Dobálta magát, a párnái túl melegek és túl puhák voltak, de még ennél is jobban zavarták a hiányzó lába fantom görcsei. Ez a jelenség rendszeresen előfordult, de legnagyobb részt akkor, amikor most komolyabb stresszt élt át. Ott feküdt a kemény kórházi matracon a mennyezetet bámulva, és érezte az első vágást. Amit a lábán ejtettek, amikor még meg akarták menteni a térdét, tisztán érezte a sípcsontján. Azt tudta, hogy a lábfeje és a bokája már nincs meg a lábfejét, már soha nem érezte, de úgy érezte. Mintha a lába többi része még ott lenne. Szinte úgy, mintha lenyúlhatna és megérinthetné a térdét, de amikor megtette, semmi nem volt ott. Takarók, lepedők. Vádligörcsök szaladtak fel a combján, még az sem segített, ha lebámult a lába hűlt helyére. A tükörterápia néha segített, és reggel megkérte az ápolónőket, hogy keressenek neki egy hosszú tükröt, legalább olyan hosszút, mint a lába. Az ápolónők leszették egy szekrény belső ajtajáról a tükröt, és vitték neki. Most hátradőlt az ágyán, és szorosan megtámasztotta a tükröt ágyék magasságban. Végignézett a tükörképen. Két láb egy helyet. Ez a trükk olyan egyszerű volt, hogy nem is lett volna szabad működnie, mégis bevált, az elméje úgy reagált, mintha tényleg két lába lenne. Begörbítette a lábujjait, megforgatta a bokáját, megfeszítette a térdét, megvakarta a vízkető részeket és kimasszírozta a görcsöket, a jobb lábához ért csak hozzá. De a tükörkép jobban érezte magát ettől. Az ápolónők kedvesek voltak vele, de túl sokat csürögtek körülötte. Mindig megkérdezték, hogy segítsenek-e a járókerettel vagy a tolószékkel, fel tud-e öltözni, ki tud-e menni a vécére. Most gyűlölte, hogy tehetetlennek tűnik, hogy a lába hiánya a legfeltűnőbb dolog vele kapcsolatban. Akár vízhang vagyok, akár nem, egyedül is ki tudok menni a vécére, gondolta, és eszébe jutottak azok a megkeseredett nők, akikkel csoportterápiákon találkozott. Akik folyamatosan panaszkodtak mindenre, gyűlölködőnek és bosszúállónak tűntek, akik mindenkit utáltak, aki észrevette a hiányosságukat. Benne is hasonló vitriolosság kezdett gyűlni, elöntötte, mint a benzin, és szórósá vált, igazságtalanul felcsattant az ápolónőkre, amikor azok felajánlották, hogy lekísérik az ebédlőbe. Tudta, hogy igazságtalan, de a dűs segített elnyomni az elkeseredését. Vízhang vagyok, nem létezem, csak egy vízhang vagyok. A mobilitás, a függetlenség létfontosságúvá vált. Szükségem van a Pittsburghi ortopédusomra, mondta végül az ápolónőjének, Laurára. Benne van az aktámban. Szükségem lenne rá. Az elmúlt évek során mély szakmai intimitás jött létre köztük Laurával. Ő volt az egyetlen civil orvos, akihez most rendszeresen ellátogatott. Laura még nála is jobban értette a teste bizonyos aspektusait. Ismerte a combcsonkját, tudta, hogy moznak melyik bélés kényelmes, mennyire érzékeny a bőre, hol vannak csontvégződései, milyen típusú alakja van, és hova fog esni a súlya. Rendszeresen találkoztak igazítás és átméretezés véget a júnión lazac színű falai és szürke szőnyegei között. A júnión olyan volt, mint egy fogorvosi rendelő, a benne lévő gyógyászati segédeszközök műhelyét leszámítva, ami tele volt gipsz és műanyag végtagokkal, vágó és csiszoló eszközökkel. Szénszálas alapanyagokkal, karok és lábak anatómiai modelljeivel. Laura tisztában volt most sajátos körülményeivel, és alkalmazkodott hozzájuk, átment a nemzetbiztonsági átvilágításon, aláírta a titoktartási szerződést és gyakran azonnal elindult az Apollo szácsekre, ha sürgős átalakításra vagy javításra volt szükség. Jól vagy, kérdezte másnap reggel, amikor most megérkezett a rendelőjébe a tolószékében, csak ennyit akarok tudni. Mond, hogy jól vagy, kérte. Sűrű, barna, göndör fürtjeit lófarokba kötötte, tekintete most sérüléseit vette számba. Egykor pisze, immár ferde orrát, a súly veszteségét, riasztó fog híjasságát. Jól vagyok, válaszolta most. Laura az X-aktákról csacsogott, miközben munkához láttak, és előkészítette most csonka lábát, kiválasztott rá egy bélés anyagot. A végtag szignifikánsan összement, amit mos eddig a műláb üregének kitömésével és két pótzoknival kompenzált miközben Laura kimasszírozta a combjából a feszültséget, hogy ernyett állapotban vehessen mintát, most észrevette, milyen vékony a csonkja a jobb zombiához képest, milyen csontosnak tűnik. Mennyire összement. Olyan, kicsinek tűnik a lábam, mondta, ez normális, milyennek érzed, semmilyennek. Akkor nem gond Laura celofánt csavart a combjára szorosan, biztos mozdulatokkal a bélés fölé, tekerés közben kisimította a ráncokat alóla egy sárga mérőszalaggal és egy súlyos fémruddal megmérte a végtagot, és gipszbe mártogatott gésztekert rá. A keze magabiztosan gyúrta a gipszet, nem finomkodott moslábával. Egyeztettem a Bowden prosthetics szel. Megint megengedik, hogy az ő műhelyüket használjam, mesélte, miközben lehúzta moslábáról az időközben megkeményedett gipszet, amelyről majd a szénszálas. Kézzel készített bemenetet fogja mintázni. Megint egy célegre lenne szükségem, válaszolta Mos, hat hónapot kellett várnod az előzőre is, válaszolta Laura, most csak egy 3R60-at tudok szerezni neked. Az ottóbok 3R60-ja egy rugalmas modell volt, megbízható, de mechanikus, a fenébe válaszolta Mos. A számítógépes izület nélkül olyan lesz a járás, mintha falában kellene botladoznia. Én értem, mondta Laura, de ha céleget akarsz, akkor ne veszítsd el, tudom, tudom és egyébként is, a 3R60 egész jó folytatta az ortopédusz, nem leszel olyan mozgékony, mint a céleggel, de stabilen meg tudsz majd állni rajta. Délután elviszem neked az első csatlakozót, hogy felpróbálhassd. Elvégezzük a szükséges igazításokat, és holnapra kész is lesz. És utána repülsz is bora-borára, kérdezte most, szerinted csak a két szép szemedért jöttem ide. Az új műláb úgy simult most lábára, mint egy kesztyű, de a mozgás nagyon más volt benne, mint amihez szokott. A térdizülete csupán egy rugós egységből állt, és az egész olyan nehéz volt, mintha vasból lenne. Most járása megváltozott, sokkal feltűnőbben sántított, miközben felment az étkezde asztalától a mozgó lépcső tetejére, hogy lenézzen a korlát felett a Tyson's Corner hatalmas földszintjére. Tudta, hogy mit viselt Durr, amikor meghalt a jövőben, és azt feltételezte, hogy most is ugyanabban a rikítóan királykék kis kosztümben jelenik meg a találkozóján dr. Peter Driscollal. A vásárlókat fürkészte, a fejük tetejét és a vállukat, a náluk lévő zacskókat, és bár könnyedén ki kellett volna szúrni a Kárlá Durr répa vörös tincseit és két kis nyomát sem látta a nőnek. Visszament az asztalához, ahhoz, amit azért választott, mert tisztán rálátott onnan a Five Guys pultjára. Minden egyes lépése bizonytalan volt, mert még nem hitte el, hogy a mechanikus térde tényleg megmerevedik, ha ráhelyezi a súlyát, és behajlik, amikor lép vele. Még mindig nyoma sincs dünnyögte a hajtókájára tűzött mikrofonba, még korán van hallotta Okonor hangját a fülhallgatójában. De már nem volt korán, már három óra is elmúlt, közeledett a fél négy, és most tudta, hogy Kárlád úr körülbelül három óra negyvenkor halt meg. A lövésznek van bármi jele, kérdezte. Fehér férfi fekete melegítőben, csak ennyit tudott durgyilkosáról, de egy ilyen embert sem lett volna nehéz észrevenni. Okonor odarendelte a Fairfaxi járőröket, hogy nézzék át a parkolót, és civilruhás rendőrök is rejtőztek az épületben, szinte az összes kiáratnál. Még nincs válaszolt a hangja. A férfi a gyorséttermi szekcióban várakozott egy másik enszisz ügynökkel, Okonor pedig a mozgó lépcső ajánl. Most elképzelte a lehetőségeket, valaki meglátja Dárt és letartóztatja vagy ha senki, akkor most biztosan észreveszi, amikor leereszkedik a mozgó lépcsőn. Vagy valamelyik rendőr kiszúrja a fegyverest, talán magát Hilde Krugert a rendőrség utasítást kapott arra. Hogy mindenkit tartóztassanak le, akire illik a gyilkos személy leírása. Most arra rövid sor gyűlt össze a Five Guys pénztára előtt. Most megpróbálta felidézni, hogy Kárlád úr megkapta-e már a rendelését, amikor megölték. Lelki szemei előtt megjelent a potenciális bűnügyi helyszín, durhol este a pult előtt. A vérben úszó padló, a hát és fejlövések. Kárládárnak most kellene beállnia a sorba ahhoz, hogy legyen ideje rendelni. Megkapni a rendelését és lelövetnie magát a következő pár perc során. Most kétségbe esetten járatta a szemét az éttermi részlegen, hogy megtalálja a melegítős férfit, vagy bárkit, aki gyanús de csak kamasz lányokat látott, babakocsis kismamákat és középkorú férfiakat, akik a feleségük csomagját cipelték. Három óra negyven lett, majd elmúlt, és pár perccel négy után Okonor hangja töltötte be a fülhallgatókat, mára bezárhatjuk a boltot. Az ENSIS bűn megelőzési végzései csak egy konkrét időintervallumra és konkrét körülményekre vonatkoztak, azoknak az állampolgároknak az alkotmányos jogai védelmében. Akik még nem követték el a bűncselekményt, amelyért majd letartóztatják őket. Kárlád úr nem jelent meg a helyszínen. Mi történhetett? A gyilkost talán a fokozott rendőrségi jelenlét ijesztette el, de ez nem magyarázza meg, hogy Kárlád úr miért nem jött el hamburgerezni Driscollal. Dur nem jelent meg, Driscoll sem jelent meg, a lövöldöző sem jelent meg. Valami megváltozott a mos ismert jövőhöz képest, de az bármi lehetett egy defekt, emésztési problémák, az, hogy durr visszariadt a találkozótól, vagy meghalt. Most nagyon idegesítette, hogy ez a művelet mindenki számára időpazarlásnak bizonyult, de a hasonló kudarcok együtt jártak a bűnmegelőzési végzésekkel. Már rengeteg olyan műveletben részt vett, amikor a körülmények megváltoztak a várható jövőhöz képest, és semmit nem sikerült elérniük. Tőle származtak azok az információk, amelyek ehhez a lefújt művelethez vezettek, ami papírmunkát is jelentett, de, ami még fontosabb, egy itallal is tartozott a többi különleges ügynöknek, mint mindenki, akinek a jóslata nem válik be. Másnap reggel korán kelt, izgult a beszámolója miatt a Nestlé tengernagynál. Grafit szürke kis kosztümöt vett fel sejjem blúzzal, és olyan korán odaért az ENSZISZ fő hadiszállására. Hogy még bőven volt ideje végigmenni az EJP-ről készített jegyzetein, és finomhangolni az általa benyújtott bűnmegelőzési végzéssel kapcsolatos indokait. De pár perccel a beszámoló kitűzött időpontja előtt okonor jelent meg előtte egy pohár forró kávéval, és azzal a hírrel, hogy a beszámolót elhalasztották. Annesley pár perccel ezelőtt telefonált magyarázta. Ez bizonyos szempontból megkönnyebbülés volt, hogy nem kell kitennie magát egy tárgyalónyi férfi ítéletének, akik közül néhányan arról sugdolóznának, hogy néz ki, és régebben, hogy nézett ki. Írásban kell benyújtanod a jelentésedet, folytatta Okonor, és biztos vagyok benne, hogy idővel személyesen is behívnak, de innentől a haditengerészet veszi át az ügyet, Senon. Nem minden részét, de az elvékonyodott teret, a librát igen. Kárládárt. Ezek innentől fogva katonai ügyek. Mi végeztünk velük. Értem válaszolta Moss. Tudta, hogy a végén, amikor Hildekruggört, Kobbot vagy a többieket elkapják, ők hadbíróság elé és katonai börtönbe fognak kerülni. Őt is behívják majd tanúskodni a vád mellett, de az ő szerepe a nyomozásban véget fog érni. Ennek ellenére csalódással töltötte el, hogy a hadsereg már a letartóztatások előtt átveszi az ügyet, és az ő munkája így félig befejezetlen marad. És mi van Kárlád úrről? kérdezte, ha a haditengerészet veszi át, az azt jelenti, hogy meghalt. Nem vettük észre. Nagyon is él, válaszolta Okonor. Még aznap beszéltem Annesli tengernaggyal, amikor hazatértél, és elmondtam neki a Terminusszal kapcsolatos elméletedet, amit az EJPD-ben hallottál. Ő nagyon szerette volna megtalálni Dárt. És ma reggel, amikor felhívott, arról is beszámolt, hogy a haditengerészet már letartóztatta Kárlá amikor mi a bevásárlóközpontban központban vártunk rá, ő már katonai őrizetben volt. Vagyis megmentetted az életét, Senon. De most kikerült a kezünk közül. Hol volt? Egy sevicsézi szállodában válaszolta Okonor, a haditengerészet telerakta a parkolót katonai teherautókkal, rátörték az ajtót. A washingtoni szvat hajtotta végre a műveletet. Alig negyed óráig tartott. Valaki, aki a tengernaggyal dolgozik, pár órán átkérdezgette, majd elengedték. Az enszisnek köze nem volt hozzá, szigorúan katonai művelet volt. Az a sok halál, amit láttunk eresztetlemos, mintha kipukkat volna, az a sok gyilkosság. Mursult gyermekei, minden hozzá vezetett, és még csak nem is beszélhettünk vele. A haditengerészet pár órán átfaggatta, majd elengedték, mi pedig lehetőséget sem kaptunk semmire. Mi van az FBI-jal? Ma este találkozom az igazgatóval válaszolta Okonor, sokat haladt a Bakhannóni vegyi kapcsolatos nyomozásuk, és a miénk is. Belföldi terrorizmus, a gyilkosságok. Egy fennhatósági szabályozási rémálom. Évekig boncolgatjuk majd, hogy melyik szál kihez tartozik. Most egész délután együtt dolgozott Okonorral, átírták a jegyzeteit egy jelentésé, hogy elküldhesse a tenger nagy dalgreni irodájába. Okonor megjegyezte, hogy nagyon kimerültnek tűnik. Vegyél ki egy kis szabadságot, javasolta, szerintem hazamegyek, válaszolta Mos. Holnap lesz William Brock temetése, válaszolta Okonor, Pittsburghben. Képviselheted az irodát, ha szeretnéd. Most kimerült volt. Brock, mintha egy másik életében halt volna meg. Persze, válaszolta. Több mint ezer rendőrtiszt gyűlt össze ruhában az ország különböző nagyvárosaiból a Pittsburghi esté Paul katedrális előtt, férfiak és nők kavalkádja. Akik vigyázban álltak az ötödik sugárúton, miközben a családtagok is megérkeztek egy limuzinban. A katedrális tömve volt az elhunyt barátaival és kollégáival, de most inkább butat tört egy hátsó pathoz, mint hogy olyan emberek kezét szorongassa, akiket csak távolról ismert. Helyszínelésekről. Brock koporsója az oltár mellett feküdt egy amerikai zászló alatt. A szentbeszéd alatt meglátta Nestort, a férfi elől felkötött karral. Lehet, hogy keresni fogja őt, gondolta most, hogy felmerül benne a kérdés, hogy vajon itt van-e, talán odajön mellé. Ő is megsérült a robbanásban, ami elvette Brock életét de ő csak arra tudott gondolni, ahogy Nestor lelőtte Viviánt az erdőben, és inkább elkerülte. Még ha igazságtalan is elítélni valakit olyas valamiért, amit még nem követett el. Az FBI igazgatója és a szövetségi főügyész is beszédet tartott, átnyújtottak a gyászoló özvegynek egy FBI emlékcsillagot, és bejelentették, hogy William Brock különleges ügynököt és irodavezetőt a szolgálat mártírjának tekintik, és a nevét felvésik az FBI dicsőség falára. Resonda Brockot és két lányát szomorúan, de büszkén vezették ki a katedrálisból. Most megvárta, amíg az első sorok kiürülnek, a gyászolók távoznak, Nestor tekintete végig fut rajta, de nem áll meg. Eszébe jutott, hogy hogyan néz ki, és rádöbbent, hogy a férfi nem ismerte fel. Egy oldalsó kiáraton kioszont a csendes udvarra, nehogy a bejárati lépcsőn összefusson Nestorral vagy más ismerősökkel. A sugárúton felvonulás szerveződött. A Pittsburghi rendőrkapitányság motorosai vezették fel a halotas és a kísérőautókat, és rendőrautók hosszú sora követte őket a repülő felé. Amivel a koporsót Texasba fogják szállítani a szűk körű, családi temetésre. Mossa aznap este meglátogatta az anyját. Maga előtt látta, ahogy egyedül áll a konyhában, és a Reader's Digest marketing leveleit bontogatja egy kis lámpánál. Miközben a ház többé része teljesen sötét. Régebben elgondolkozott néha azon, hogy vajon így fog -e emlékezni az anyjára jóval a halála után is, de már tudta, hogy a terminus még ettől is megfosztja. Brock halotti miséje után felhívta, hogy meglátogatja, és megpróbálta felkészíteni a sérüléseire. Azt mondta, hogy autóbalesetet szenvedett, és rendbe fog jönni, de az anyja azonnal felpattant az asztaltól, amint meglátta. Hadd nézzelek fordította a lánya állát a fény felé, bárki is volt az, rúgd ki. Most felsóhajtott, már elmondtam, mi történt. Szolgálati autóban voltam, egy furgon átment a piroson, és Soha nem hagyják abba felelte az anyja, hallgass rám nézett szigorúan a lánya szemébe, aki képes erre, az bármikor képes lesz rá. Mindent megöl benned, minden jót elvesz tőled. Te ennél többet érsz. Nem erről van szó, már mondtam, védd meg, amit van, még ha úgy is gondolod, hogy ezzel mindent elveszítesz, amit szeretsz. Most tovább öregedett az EJPK-ben, miközben az idő máshol mozdulatlanul várta, és egyre jobban hasonlított az anyjára. Mivel az anyja alig 17 évesen esett vele teherbe, most néha arra gondolt, hogy talán le is fogja hagyni korban. De még soha nem érezte magát annyira gyermeknek, mint most, miközben az anyja az arcát nézegette a konyhai lámpalangyos fényében. Pizzát rendeltek, és leültek tévét nézni. A nappaliban csak tompított világítás égett, és most azon kapta magát, hogy az apja haditengerészeti díszegyen ruhás fotóját bámulja a televízió hidegen villogó fényében, azzal az örök vigyorral. Az ABC News-t nézték, az anyja dohányzott. Brock halál hírét eljelentéktelenítette egy kaliforniai szekta, amelynek 39 tagját holtan találták. Tömeges öngyilkosságot követtek el. Hogy az a, erről tudsz valamit, kérdezte az anyja, nem válaszolta mos. Azt hitték, hogy az az átkozott üstökös egy űrhajó, ezért ölték meg magukat. Azt hitték, ha megölik magukat, felsugározza őket az űrhajó, mint a Star Trekben magyarázta az anyja. Egyforma edzőcipőt viseltek. Nézd, ott az egyik holtest. Nézd meg a cipőjét. Egy lilaponyvával letakart tetem, csak a nadrágja és a vadiói. Fekete fehér edzőcipője látszik, amelyet direkt erre az alkalomra vásárolt. Megnézték a Beverly Hills 90.210 és az ötös fogatot, az anyja kedves sorozatait, de most gondolatai a vardogerfák és a végtelenös vények felé terelődtek. Remárk felé, aki utasítást adott a legénységének, hogy pusztítsák el a librát, és hajtsanak végre tömeges öngyilkosságot, mint a mennyek kapui szekta, mert úgy gondolta, hogy ha a legénység meghal akkor a magukkal sodort világ is meghal velük együtt. Mire a helyi hírműsor következett, az anyja már elaludt a fotelben, egyik kezében a viszkisz pohárral, a másikban egy égő cigarettával. Most elképzelte a lakástüzet azt, hogy hány épében hullik le vajon a hamu a padlóra, kaplángra a szőnyeg. Oda vitt egy hamutartót, egy szörnyet, amit még első vagy második osztályban készített az anyjának, és elnyomta benne a csikket arra számított, hogy többet megtud a mennyek kapujáról a hírekből, kíváncsi lett volna az űrhajóra, amely a szektatagok szerint a Hélbob repült. De a műsor egy másik kozmikus eseménnyel volt tele. Tömegek gyűltek össze benne réteken, dombtetőkön és házak tetején, és az éjszakai jeget bámulták. Betlehem csillaga tért vissza, mondogatták páram Betlehem csillaga lebeg az égen keletre. Valaki azt állította, hogy a csillag Betlehem felé mutatja az utat, mások azt, hogy Krisztus második eljövetelét jelzi, bár a megkérdezett csillagászok más véleményen voltak. Egy másik üstökös jelentette ki valaki, ami ciklikusan jelenik csak meg a látómezőnkben, az üstökösök precedens nélküli megkettőződése. A Betlehem csillaga és a ezüst ezüstikerlángokként ragyogtak az égen. Volt, aki szerint a fényes égi jelenség inkább egy távoli, immár kihunyt szupernóva, amelynek a fénye csak most érte el a földet. Most szeme viszont könnyekkel telt meg, és a könnyei végigcsorogtak az arcán. Kinyitotta az oldalsó bejáratot, kisétált az utcára, és kelet felé nézett. Már mások is voltak odakint, akik felfelé bámultak, a szemüket beárnyékolva. A jelenség olyannak tűnt, mint egy rendkívül fényesen világító csillag olyan fényesen, hogy egy éjszakai napnak tűnt, amelynek a hideg ragyogása kimossza a színeket, és felerősíti az árnyékokat. A hold és a többi csillag elhomályosult mellette továbbá a hélbopp is, az ezüst volt, ami az elmúlt hetekben olyan büszkén trónolt az égen. Az új égi test fényesebbnek tűnt mindennél, amit most valaha is látott, és egyre erősebben világított. Minden általa ismert dolog halálát jelentette. A fehérjük jelent meg. Megérkezett a terminus. Megszólalt a telefonja, megnézte a számot, okonor, még élünk szólt bele, még dolgunk van. Kettő. A fehérjük sápat ragyogásában autózott el Virginiába. Hajnali négy volt, de mindenki ott gyülekezett a kertekben és az utak mentén, és kelet felé bámult. Az arcukon tükröződő, természetellenes fény a mozinézők arcára emlékeztette most. Hajnalban felkelt a nap, de az ég szürke maradt, a hőmérséklet leesett, és mosznak nem sokkal később be kellett kapcsolnia az ablak törlőjét a levegőben kavargó kövér miatt. A rádióból más sem hallatszott, csak Betlehem csillagának a proféciája, amely Krisztus második eljövetelét jelzi egy olyan gyermekét, aki Puerto Rico-ban született abban a pillanatban. Amikor a fehérjük megjelent, akit Jesusnak kereszteltek, és akit már is az idők végezete előhírnökeként ünnepeltek. Az egész földgolyón télet, még Afrika homokfutta sivatagjaiban is havazott. Az NPR News sorra számolt be a Manhattani, Los Angelesi és Londoni öngyilkosságokról, a mennyek kapuja öngyilkosságok másolatáról. Lepedők betekert halottakról, kisebb rablás hullám indult a cipőboltok ellen, néhányan a szekta által favorizált fekete-fehér nájkat kezdték lopni. Így ér véget a világ, gondolta mos. Pánik nélkül, lázadás nélkül. Sehol nem jelentek meg akasztottak, senki nem menekült falkákban, legalábbis egyelőre, bár amikor megérkezett Virginia Beachbe. Ahol az a néhány hókotró próbálta felsózni és letakarítani az utakat, megtudta, hogy tömegek gyűltek össze a tengerparton, akik egyszerre hajlongtak és hadonáztak, majd begázoltak a vízbe. Az oceán a légi támaszponton már nagyban folyt a saigon hadművelet, amikor megérkezett a kapujához. Az elnök és az alelnök családját a Marinegyen szándékoztak odarepíteni, hogy utána átültessék őket az ígörre, egy kormórant űrhajóra, amelyet erre a pillanatra tartogattak. A családjuk és a legfontosabb beosztottaik körében a Black Wall re fogják szállítani őket, hogy ott csatlakozzanak a TERN hatodik csoportjához és a USS James Garfieldhoz. Az NSC katonái értesítették azokat a civileket, akiket nem választottak ki az evakuációra annak az életre-halára menő szerencsejátéknak a keretében, amit a nepotizmus. A feltételezett genetikai örökség, a biológiai nem és olyan tulajdonságok befolyásoltak, amelyeket egy politikusokból és tudósokból álló agytrözt határozott meg a hadsereggel összhangban. Mint az emberiség újraélesztéséhez elengedhetetlen tényezőket. Most végighajtott a bázis utcáin, és látta, ahogy az egyik kormórant felszáll a viharos Atlanti óceán felett. Az NCC irodájánál találkozott Okonorral. Van egy új helyszínünk jelentette be a férfi. Lesz egy utolsó kormórant, amely az NCC és az NSC azon munkatársait szállítja majd el, akik a Saigon hadművelethez asszisztáltak ezekben a végső órákban. Mosa arra készült, hogy lemond erről az útról. Most, hogy a fehérjük megjelent, most, hogy a KCS-enek az egész emberiséget elöntötték, minden férfit, nőt és gyermeket. Hogy hamarosan úgy kitöröljék a tudatosságukat, mint egy szippantásnyi éter, tudta, hogy addig harcol majd a terminusz ellen, amíg ő is ki nem húny. Nem azért maradt ennyi évig az NCC-nél, hogy önmagát mentse, hogy helyet foglaljon magának egy földet elhagyó mentőcsónakon, hanem azért, hogy segítsen az embereken, hogy megvédje az ártatlanokat. És úgy érezte, hogy a végső pusztulással szemben mindenki ártatlannak tekinthető. Elővette sárga jegyzettömbjét, és lehúzta a tollakupakját. Mondd el, mit tudunk válaszolta. A fehérjuk megjelenése egybeesik egy Onyx nevű kormórand kilövésével válaszolta Okonor, a BL tegnap este keleti parti idő szerint 10 óra 53 perckor indult be. Pontosan akkor, amikor a fehérjuk megjelent. Egy haditengerészeti hajó fogja elhozni a fehérjukat csóválta a fejét most ki a hajó civil magángépként volt bejegyezve válaszolta Okonor, a Black Valley szerint Curtis Craig Charlie szenátor nyújtotta be rá az igényét két napja. C.C. Charlie a fegyveres erők bizottságának az elnöke állapította meg most, közel áll Annesley tenger nagyhoz. Vagyis az Onyx elhajózott a mély vízbe, és a fehér lyukkal tért vissza. Biztosan az Onyx Kazimir vonalait követte gondolkozott hangosan most, de miért kell ott helyszínelni? Mert mindenki halott a fedélzetén válaszolta Okonor, lehet, hogy csak egy egyszerű mechanikai meghibásodásról van szó, de ki kell derítenünk. A BL kilövés sikeres volt, de a Black Valley csak az Onyx segélyhívóját hallotta. Mi léphetünk be elsőként a hajóba, de sietnünk kell. Az NSC azonnal átveszi majd tőlünk az Onyxot, amint szükség lesz rá az evakuáláshoz, de szeretnék, ha kiderítenénk, mi történt nehogy veszélyt jelentsen az utasokra. A szürke galamb egyike azon kevés kormórantnak, amelyek nem evakuáltakat szállítottak a ternekhez, engedélyt kapott arra, hogy egy órán belül felszálljon. Miközben mosoda taxizott, azt latolgatta, hogy vajon mennyi idő alatt manifestálódik a terminus hatása. Felszállt, és átrepült a sűrű, havat köpködő, bajósan emeletes felhők között. Elképzelte, hogy a földön már mindenki élő halott. Elképzelte a keresztre feszítéseket, a tengerbe veszéseket. A szürke galamb elszakadt a földtől, és most lebegni kezdett a pilóta fülkében, ahonnan már nem egy kecses, kék és törékeny dolognak látta a földet, hanem egy fehérre fakult bolygónak, egy tejfehér. Vakszemnek. Az ónix is egy kormórant volt, ugyanolyan, mint a szürke galamb. Úgy nézett ki, mint egy tükörsima, fekete üvegszilánk, és szinte kivehetetlen lett volna az éjszakában. Ha nem csillam meg a fehérjuknak a holdról visszavert fénye a szárnyain és pár helyen a törzsén is. A szürke galamb bezeregye az Onyx közelébe manőverezett, miközben most felkészült a helyszínelésre, felvette az NCIS feliratú, olajzöld űrruháját, és ellenőrizte a fényképezőgépében a filmet. A szürke kiadott egy háromhangú figyelmeztetést, amikor odaért a másik hajó közvetlen közelébe, és az Onyxhoz igazította a forgását. Most felcsatolta a sisakját. Beúszott a cső alakú zsilipkamrába. Az Onyx zsilipkamrája alig 7,5 méterre volt tőle, de a két hajó között az űrben kellett megtennie az utat. Az Onyx és a szürke szinkronban forogtak, mint egy kettős csillag két tagja. Az Onyx zsilip kamrája közvetlenül mos előtt volt, és nem mozgott. Az acél acélfogantyúkba kapaszkodott, miközben megpróbálta elnyomni a hányingert, ami annak a gondolatára fogta el, hogy át kell lebegnie egyik hajótól a másikig. Istenem, gondolta. Még mindig nem volt több egy kanonsburgi kislánynál, mikor űrsétát kell tennie. Már számtalan alkalommal látta ezt a manővert a katonáktól, az ugrást egyik hajóról a másikra, és olyan könnyedén úztak egyik hajótól a másikhoz néha kötél nélkül lebegve. Mintha csak egy pocsolyát ugranának át. Mossa szürke galambhoz pányvázta a kötele egyik végét, és próbaképpen megrántotta. Kilépett az űrbe, mint egy magzata zsinórján, tele adrenalinnal, majd átúszott a két hajó között. Amint az Onyx törzse elég nagyra nőtt előtte, előre nyúlt, megragadta a kapaszkodóját, és odahúzta magát hozzá. Onyx, itt se nommos. Kérlek, nyisd ki a zsilipkamra ajtaját. A zár kinyílt. Mos az Onyxhoz erősítette a kötelét, amivel összefércelte a két hajót, majd belökte az ajtót, és bemászott. Megvárta, amíg a hajó nyomás jelzője zöld utat ad, és csak utána úszott be egy sötét csövön keresztül a hajótestbe. Az útját csak a sisakjára erősített vékony fejlámpa világította meg. Amikor meglátta a holtesteket a főkabinban, elakadt a lélegzete tizenketten voltak, mesztelenül, és úgy lebegtek a levegőtlen, fénytelen helyiségben, mint jéghegyek a sötét víz alatt. A fejlámpája fénykörében vándorolt a látvány, amikor körbenézett. Gömbök lebegtek a halottak között, némelyik akkora, mint az ökle tudta, hogy vér az, alkotó elemeire esett vérgolyók, amelyekben úgy örvénylenek a vörös vérlemezkék és a sárga fehér vérsejtek. Mint a kézzel készített üvegdíszeken a színek. Onyx szólalt meg, kapcsolt be a fényeket. A hajó belseje megvilágította a kísérteti halotakat és a lebegő vérüket. Most észrevette, hogy a holtestek úgy néznek ki, mintha csak pár perce hunytak volna el, de tudta, hogy ez azért van, mert nincs körülöttük oxigén, ami beindíthatta volna a bomlási folyamatokat. Évek is eltelhetnének, és ezek a testek ugyanígy néznének ki. Egymást ölték meg, gondolta, ez nyilvánvaló volt. Az összes hulla tele volt vágásokkal, horzsolásokkal és ütésnyomokkal. Némelyiknek csontja is tört, az egyikük síp csontja kitüremkedett a bőr alól. Az egyik férfi gerincén hosszú vágás rikított, egy másiknak szúrt sebek voltak a szíve felett. Most számolni kezdett, valaki legalább harminc kés szúrást ejtett az illetőn, szitává a szívét és a tüdejét. Mintha egy olyan bűnügyi helyszínt kellene dokumentálnom. Amelyet beraktak egy dobozba és összeráztak, gondolta. Felismerte a szenátor, C.C. Charlie Hall testét is a mennyezeten, a drótok közé akadt lábbal. Valaki felhasította a gyomrát, és a belei úgy lebegtek a plafon mentén, mint egy vörös polipcsápjai. Most fényképezni kezdte. A kisebb vércseppek olyan benyomást keltettek, mint egy megfagyott zápor, a finom permet vörösre festette mosvédő ruháját, miközben végigment a hajón, és mindent lefotózott. Pár exponálás után mindig le kellett törölnie a vért a lencséről. Megmérte a holtestek egymáshoz viszonyított távolságát, a jegyzeteit az űrruhájához erősített jegyzettömbe írta. Sárga szalagokkal odakötötte a holtesteket a mennyezethez és a falakhoz, nehogy elmozduljanak. Ez elég bizar aggodalom, de a súlytalanságuk ellenére ugyanakkora maradt a tömegük, mint amekkora a földön volt, és ha neki ütközne valamelyik, nagyon is nyomhatná, vagy megsebesíthetné. Hol vannak a gyilkos eszközök? Szép sorban megtalálta azokat, kézzel készült mind, egy tükörszilánk egy csődarabon, egy összetört vizor darabjai egy gumikesztyűre erősítve. A fegyvereket nejlom bizonyítékos tasakokba zárta. Meglehetősen tompakéseket is használtak az ebédlőből, hollókat, és az elhunytak egy részén található véraláfutások arra utaltak, hogy fegyverhíján megfojtották vagy agyonverték őket. A tengerészgyalogosoknál biztosan voltak lőfegyverek is, de most semmi nyomát nem találta annak, hogy elsütötték volna őket. Egyetlen golyó ütötte lyukat sem látott a holtesteken. A gondolataiban körvonalazódni kezdett, hogy mi mehetett itt végbe, és le kellett hunynia a szemét, hogy visszanyerje az önuralmát. Előfordult már, hogy ki kellett mennie öklendezni más helyszíneken. Majd meg kellett mosakodnia, hogy folytathassa a munkáját, de ha itt belehányna a sisakjába, az katasztrofális következményekkel járna. Megvárta, hogy az idegei lecsillapodjanak, és elmúljon az inger. Mély levegő. Attól, hogy egyedül van idefent, fent, ilyen sok hulla között klaustrofóbiás lett, az Onyx falait folytogatónak érezte. Kinyitotta a szemét. A fedélzeti számítógép szerint a létfenntartó funkciókat manuálisan kapcsolták ki. Most felmérte, mekkora kárt tettek egymásban ezek az emberek. Elképzelte, ahogy valamelyikük kikapcsolja a létfenntartó funkciókat, csak hogy véget vessen a gyilkolásnak vagy talán azért tette, hogy egy csapásra végezzen mindenkivel. A Taurus legénysége, az első NSC hajóé, amely látta a Terminuszt, hasonló véget ért, váratlanul eszelős gyilkolás hullám tört ki rajta és Nikol is arról mesélt. Hogy az Esperanson egymást ölték a tengerészgyalogosok, amíg a két szől, Cobb kobb és mursult vissza nem térítették a túlélőket a józan eszükhöz. Három és fél órán át dokumentált a főkabinban, mielőtt tovább ment volna. A parancsnok holtestét a konyhában találta meg, hátában egy késsel. A szájában még benne volt az étel vagy szünetet tartott a gyilkolásban, hogy egyen pár falatot, vagy az első áldozat volt, akit evés közben leptek meg. Egy másik holttestet a WC fülkében talált meg, ennek levágták az ajkait. Annyira elvonta a figyelmét a groteszk száj, hogy fel sem ismerte a hullát, amíg be nem fejezte a fotózását. Driscoll. Dr. Peter Driscoll, a tudós, aki egy szimuláció formájában jelent meg nekem. Felismerte a haját, a fehér sörényt. Driscoll lajak nélküli fogait szinte széles mosolynak is lehetett nézni. Sötét szeme tágra nyílt, és a szemöldöke is úgy felszaladt, mintha őt is meglepte volna mindaz, ami itt végbe ment. C.C. Charlie szenátor, Dr. Peter Driscoll most kezdett ráébredni, kikből állt az Onyx legénysége. A Fazal Systems többi alapítójára tippelt, az NRL mérnökeire és fizikusaira. Anne tengernagy nagy holteste melkassal lefelé lebegett a padló felett, mint egy tengerfenékről táplálkozó hal. Kárládárt kibelezték, a nyakától a hasáig felvágták. A halála pillanatában a jelek szerint bedugta a kezét a melkas üregébe, és megpróbálta kifordítani önmagát. Úgy nézett ki, mint aki be akarja mutatni a bordáit és a szerveit, amelyek némelyike már odébb lebegett tőle. Mi megmentettük az életedet, te meg így vigyáztál rá. A haditengerészet letartóztatta Kárládárt a hotel hotelszobájában, és kihallgatta. Most arra tippelt, hogy a nő eladta Petrik morsult titkait Anneszli tengernagynak. Vajon mennyi pénzt kapott, és milyen szívességeket ezen a mélyvízi úton kívül? Bármilyen információkat is bocsátott áruba, azok vezettek ehhez. Felmerült benne egy gondolat. Az információt láncban adták át egymásnak, Petrik morsult az ügyvédjének, Karládárnak, Dur Durr Tenger tengernagynak, Peter Driscollnak. C.C. Charlie szenátornak Hilde Kruger többször megszakította a láncot. De én megmentettem ennek a nőnek az életét. Hagynom kellett volna meghalni. Ez visszataszító gondolat volt, de amikor most ránézett az ügyvéd holtestére, letaglózta, hogy mennyi minden múlt azon a döntésén, hogy megmenti ennek a nőnek az életét. Amikor a kórházban beszámolt Okonornak arról, hogy még megelőzhetik a gyilkosságot. De hagynom kellett volna, hogy megöljék ez immár nyilvánvaló volt számára. Mit számít egyetlen élet az összes ellenében? Hilde Krugernek igaza volt, ennek a nőnek a megölése megszakította volna a láncot, és legalább pár évre elodázta volna azt, hogy az NSC felfedezze az eszperanzt. Az egész az én hibám. Most fejében azt sikoltozta valami, hogy nem, nem lett volna helyes hagyni meghalni az ügyvédet, nem az volt a megoldás. A lemészárolt hullák között elkomorodott, és a végzetre gondolt. Az egész karrierje során azzal a tudattal kellett élnie, hogy a terminus egyre közelebb jön, de most megnyitotta az elméjét a gondolat előtt, hogy az egész miatta van. Hogy az ő karrierje vezette őt a murszul gyilkosságokhoz, és minden egyes információ, amelyre fény derített, beleértve a döntését is, hogy megakadályozza Kárlád úr meggyilkolását. Egyre közelebb sodorta az NSC-t az Esperance felfedezéséhez. Én hoztam el a világ végét, nézett rá a körülötte heverő halotakra, de az ő üveges tekintetükben sem lelt semmi vigaszra. Most csapdába ejtve érezte magát, mintha egy pókhálóban lenne, a fehérjük pedig az őt fürkésző pókszeme. Más már feladná. A kis mentrája annyira abszurd volt ebben a rettenetes kontextusban, hogy hirtelen nevető görcs tört rá, mintha elment volna az esze. De amikor elmúlt, kiegyensúlyozottabbnak és elszántabbnak érezte magát. Ez egy büntény helyszíne. Itt megválaszolandó kérdések vannak. Mit is mondott Mursult az ügyvédjének? Az információi itt lehetnek valahol, de hol? A kormórant típusú hajókban apró alvófülkék is voltak, alig többek padlóba és plafonokba vájt üregeknél, koporsó alakú lyukak, ahova el lehetett vonulni aludni. De a legtöbben inkább a főkabinban kötötték ki valahova a hálózsákjukat, mint hogy bepréseljék magukat egy ilyen fiókba. Úgyhogy a civil utasok általában tárolószekrényként használták ezeket a tereket. Az Onyx fedélzetén huszan utaztak. Mossorban kinyitogatta a szekrényeket, durrét keresve. Meg is van, mondta, amikor rátalált egy burgundi vörös, monogramos hálózsákra. CD, alsónemű, egy összehajtogatott tornaruha, harisnyák, egy tégei ojlofoláz, bifokális szemüveg. Egy puha fedeles Stephen Kinget és egy fémcsattal lezárt barna borítékot is látott. A borítékban papírok voltak, kitépet vonalas lapok egy spirálfüzetből. Kezdetleges ceruzavázlatok. Mik ezek? Az egyiken most felismerte a vardogérfát. Egy térkép fénymásolatát is megtalálta, amelyen vörös nyíl mutatott a redpatak egyik pontjára, az elvékonyodott térre. És az arra felé vezető földút is be volt jelölve. Utána egy kézzel írt jegyzet következett. Elég trükkös, kicsit gyakorolni kell, hogy meglásd a fákat, már ha sikerül egyáltalán. Bítak szerint kcs ennek kellenek hozzá, mert néhány embernek soha nem sikerül. De szerintem nem erről van szó az az átkozott izé akkor nyílik meg, amikor a hajtómű elsül. Ha megláttad a fákat, kövesd őket, de a folyó után lenelépj az ösvényről. Azt fogod hinni, hogy ezt akarod ilyen érzése támad az embernek, de ha lelész, látszani fogsz, és senki nem tud megmenteni. A következő lapon a Libra rajza volt fekete tintával, az orra körül kék tollal meghúzott karikákkal ez biztosan a BL hajtóműből pulzáló, kék lángot jelzi, gondolta most. A fák a Librához vezetnek. Amikor odaérsz, meglátod a többi vardogörsort. Ha elindulsz valamelyiken, akkor hasonló világokba jutsz, mint a tiéd, de kicsit másmilyenek lesznek. Há megjelölte azokat az utakat, amelyeket megnéztünk, hogy megjegyezzük őket. Kőrakásokat rak az utakra. Sok út van. Most átlapozta a papírokat. Bakhanon térképe, a vegyi fegyverlaboratórium vörössel bekarikázva. Egy ipari létesítményt állítunk fel az Ionnál, több millió dollárból, hának a japán szekta adta az ötletet. Van ott egy gyümölcsös járed, anyja oda költözik, megőrzi neki. Há és járed a japán gázmerényleteket akarják megismételni, ugyanazokkal a cuccokkal. A tesztelési helyszín Bakhanonban van. További rajzok következtek, geometrikus alakzatok, hétágú csillagok, egy fekete nap, amelynek a sugarai a vardogörösvényeket jelképezték, kézzel rajzolt. Esperance feliratú térképek egész sora a táborok helyzetével és a bolygó töredékes geográfiájával. Most felismerte azokat az óceánokat és fjordokat, amelyekről Nikol mesélt egy csillagtérképet is talált, amelyen be volt jelölve a halvány kettős nap, a Libra által felfedezett bolygó helye. Majd egy hosszabb levél következett. Kedves Dur, ha valamikor megjelenek a részesedésemet követelve, akkor áll a megegyezésünk, de most már elkéstem, haha, úgyhogy használt fel ezt az infót kedvet szerint. Háma éjjel eljön, Nikol mondta. A haveromnál voltam, amikor szólt, úgyhogy rohannom kellett. Nikol aranyos kölyök, de eljár a szája, ha há kicsit megszorongatja. Fáj, hogy beköpött neki, de legalább elmondta, és figyelmeztetett. Legalább ennyit ér a szerelem. Rólad senki nem tud, Nikol sem, úgyhogy ne aggódj, biztonságban vagy. És most térjünk a lényegre. Mellékelve, Krugger helyzete, az Esperance helyzete, a Libra és a Fa helyzete, a Vardogöré, ahogy ígértem. Tudom, hogy nem igazán hitted el azokat a dolgokat, amiket meséltem neked, de holnapra legalább abban biztos lehetsz, hogy tényleg veszélyben voltam, úgyhogy kérlek, vigyázz magadra. Én az elejétől kezdve benne voltam hával ebben az egész hülyeségben, mert élni akartam, élni akartam, ennyi. De már nem bírom gyomorral ezt a sok gyilkosságot. Végig néztem, ahogy valakit elevenen elégetett savval, és nem bírtam elviselni. Néha azt kívánom, bár csak segítettem volna Remarknak megcsinálni azt a fekete lyukat, a kaszkád hibát, hogy mind eltűnjünk. De már késő, mind elkéstünk. Én nem fogom megkapni a pénzemet és az amnestiát, de van egy ajánlatom, add el ezeket az információkat a haditengerészetnek vagy az FBI-nak jó pénzért, de állítsd le azt az embert. Mindnyájunkat meg akar ölni. Krugger végigment az összes ösvényen. Isteníti a halált. Úgy isteníti a halált, ahogy a mások Jézust imádkozik hozzá. Leszedi az emberek körmeit és relikviaként kezeli őket szent dolgokként. Nem sokára odaér hozzám, és ott hagytam a családomat, hagyom, hogy megölje a családomat, hogy egy kicsit lelassítsam, hogy bezárhassam ezt az információt egy szívbe, ahogy megállapodtunk. És utána biztonságos helyre menekülhessek. Lehet, hogy szerinted durva, hogy hagyom a családomat meghalni, de mondok még valamit, amit nem fogsz elhinni, pedig így igaz, baj van a részek tengerészsel, az élet csak egy álom. Akármi is történik a családommal ma éjjel, találni fogok egy másikat. Átsétálok a vardogerfák mentén egy másik helyre és időbe, és ott fog várni a feleségem az otthonomban, éppen és egészségesen. Itt mindnyájan halottak lesznek, de máshol élnek. A feleségem ott még fiatal nő lesz, Marian kislány, megint csak öt éves, és ismét végignézhetem boldogan, ahogy felnő, és ahogy a legkisebbek megszületnek. Dur, mi csak árnyékok vagyunk, akik az erdőből jöttek, árnyékok, akik átkeltek a folyón. Úgy, ahogy abban a régi versben, amit Mariannak szoktam mondogatni, amikor még kislány volt. És az ölemben altattam el, ki vagy te tenger. Ki az, aki ennyire mély, és ősi, aki egy, és aki tízezer, aki a föld oszlopait falja fel. Mindegy, látom, mennyi az idő, és tudom, hogy a családom már vagy meghalt, vagy haldoklik. Sírok a gyermekeimért, de tudom, hogy máshol élnek. Bedobom ezeket a papírokat a dobozba, utána elautózok egy helyre, amit szeretek, egy nyugodt helyre, ahol gondolkozni szoktam, ahol szeretek néha megaludni. Az itteni családomra fogok gondolni, és felkészülök az új családomra oda át. Soha többé nem fogunk találkozni, Múr. Patrick Mursult azt hitte, a Vardogeren át megszökhet, ha végigmegy az ösvényeken, és új életet kezdhet egy másik ejépében. De megölték a Blackwater Panzióban, mielőtt elmenekülhetett volna. Marian kisgyerek lesz. De ez hogy lehet? Senki nem tud visszamenni, nem igaz. A terminus a librát követte, de a libra beragadt egy téridőhurokba valahol az időn kívül. Az Onyx viszont visszatért a Terra firmára. Az Onyx legénysége azért dobálta le magáról a ruhát, mert megfertőzték őket a KCS-nek, gondolta most, miközben felidézte, mennyire égett az ő bőre is. Ezt érezte a keresztre feszítése előtti pillanatokban, ég a bőre. A jeges téli szélvihar ellenére is levette magáról a ruhát, és keresztre feszítették. Onyx, kérlek, hívd fel az Apollo Szaucek légitámaszpontot. Egy hangjelzést hallott, a parancs teljesítése közben hiba történt. Keresett egy számítógépet, és azt látta rajta, hozzáférés engedélyezése megtagadva. Felülbírálás mondta, kérlek, hívd fel az Apollo Szaucek légitámaszpontot. Az összes csatorna lefoglalva a hadművelethez. A fenébe mondta Mos, Onyx, felülbírálás. Küldj vészjelzést. Kérlek, hívd fel az Apollo légi légitámaszpontot vagy a blackwalt. Az összes csatorna lefoglalva a hadművelethez. A picsába. A kabinban lebegő holtestek megmozdultak, amikor véletlenül hozzájuk ért. Úgy néztek ki, mintha táncolnának, mint egy álomszerű vicc, hullaházi balett. Most lejjebb ment, átnézte a konyhát, a pihenőszobát. Talált egy gravitáció merev amerikai zászlót, ami a padlóra volt rajszegezve, a mennyezeten pedig egy kamerát és egy háromlábú állványt. A kamerában szalag is volt, mozban felmerült, hogy vajon azt videózták ele, ahogy megölik egymást. Berakta a VHS kazetát a házi mozi rendszerbe, és kilogikázta, mit hogyan kell bekapcsolni. A képernyőn Charlie szenátor jelent meg kék, galléros pólóban, zsebes rövidnadrágban és majdnem a térdéig húzott zokniban. A háta mögött ott volt az amerikai zászló, mint háttér. Most már számtalanszor látta a szenátort a tévében, de itt sokkal fiatalabbnak tűnt és a jelek szerint gyermeki örömmel élvezte a súlytalanság vidámparki mutatványát. Amerikai polgártársaim, egy életre szóló utazáson vettem részt, vagy ezer életre szólón mondta, de egy kamerán kívüli női hang megkérte, hogy kezdje előről. A szenátor megköszörülte a torkát. Gyakorlott mosolyt öltött az arcára, és újra belevágott, egy életre szóló utazáson vettem részt. Amerika polgártársam. Úgy értem, amerikai polgártársaim! Folytassa nyugodtan, mondta a női hang, majd megvágjuk. Amerikai polgártársaim, 1997. Március 26-án egy csapat férfi és nő a haditengerészet egyik hajóján, a USS Onyxon életre szóló utazáson vett részt, sőt, ezer életre szólón. Akkora távolságot tettünk meg. A mekkoráról korábban csak álmodhattunk. Az űr távolságai számunkra már nem. Ájé, ájé, ezt hadd próbáljam meg még egyszer. Többször mondta, hogy távolság, figyelmeztette a nő, használjunk súgókártyákat, ne válaszolta Charlie szenátor, azt szeretném, ha természetesnek tűnne. Gyakoroljuk azt a mai estiről szóló részt, javasolta a nő. Oké, okay, egyezett bele a szenátor. A kamerába mosolygott, és azt mondta, felfedeztünk egy csodálatos, ritka anyagokban gazdag bolygót gyönyörű faunával és olyan élettel, amilyenről eddig nem is álmodtunk. Igen, élettel. Ismét kinyílt a szemem Isten teremtő erejének csodájára. Keresztény és amerikai emberként ma estének neveztük el ezt a bolygót. Egy kicsit túl szenteskedő. Ó, egy pillanat mondta a női hang. A szenátor arca eltűnt, de más jelent meg a helyén. Valaki a hajó egyik ablakából videózott valamit, ami hasonlított a földűrből készített felvételeire, egy bolygó félgömbjére. De az itt látható bolygó csupa fehér jég és fekete, olajos tenger volt, kráterekkel és tüskés hegyekkel. A látóhatára mögött egy hatalmas hol tornyosult, egy aranyóriás. Utána abba maradt a felvétel. Shannon hangzott fel az interkomból. A váratlan hang megijesztette most, Shannon, te voltál az. Jól vagy, kérdezte Okonor, megkaptam a vészjelzést. Én, találtam ide fent valami fontosat válaszolt a reszkető hangon. Utasításokat kell továbbítanom neked, azonnal végrehajtandók felelte a férfi, a ternötödik csoportjához osztottak be, a kenszerre. Ne gyere haza, Shannon! Figyelj, mondta most, az Onix az Esperance-ra ment ők. Értem válaszolta okonor, de már késő. Ha odaértél a kenszerre, állítsd az Onix robotpilótáját az Apollo szacsekre. Hajókra van szükségünk az evakuáláshoz, az összes hajóra. A haditengerészet lefoglalta a szürke galambot. Visszahívták a hajót, de még többre van szükségünk. Lehet, hogy a válasz itt van az Onixon tiltakozott, most időre van szükségünk. Már késő válaszolta Okonor, megjelentek az akasztottak, megjelentek a futók. Mindenki az eget bámulja, és a szájuk megtelik ezüsttel. Ég az erdő, egyre jobban havazik. Már késő, Senon. Elkéstünk. Most húzta magát az alsó fedélzeti folyosón, majd felúszott a kormányfülkébe, miközben arra gondolt, Remark. Megölték a Libra parancsnokát. Az Onyx pilóta fülkéje ugyanolyan volt, mint a szürke galambé egy törhetetlen üvegbuborék, két szék a kezelőszervek tengerében, gombokkal és kapcsolókkal teli panelek. Most az anyjára gondolt. A kenszerre gondolt. Látta, ahogy a szürke galamb egyre jobban távolodik tőle, miután a pányváját elszakította. Onyx, megkaptad az új utasításokat. Találkozó a USS cancer utána robotpilótával az oceán a légitámaszponthoz, Onyx, felül tudod bírálni ezt a parancsot. Nem. Minden erőforrásra szükség van a Saigon hadművelethez, Onyx, felül tudod bírálni a találkozót a USS cancer ha elrepülsz az ocsanába. Igen. A ternek csurig lesznek pakolva, gondolta. 200 ember. Elmerengett a kenszörön, azon a régi hajón, amelynek tönkre mentek a tömítései. Úgy élnénk rajta, mint a patkányok, gondolta, és sehova sem lehetne menekülni, egyik ugrást hajtanák végre a másik után, vakon, ismeretlen galaxisok távoli ejépéjeibe, kopár csillagok között. Terméketlen bolygókon kutatva biztos menedék után, amíg el nem fogyna az étel, vagy tönkre nem menne a víztisztító. Utána egymást kezdenék öldösni az utasok, egymást ennék meg, és végül mindenki éhen vagy szomjan halna, vagy elfogyna az oxigén. Így vagy úgy, de mindenki meghalna. Már csak pár órányi oxigén maradt a tartályában, Onyx, kérlek, indítsd be az életfenntartó funkciókat, mondta, és ugordát a találkozót a kenszerrel. Indulj az ocsanára! Ez egy ösztönös döntés volt, de még nyomta a vállát a felelősség súlya, amiért ő hozta a terminuszt az emberiségre. Úgy érezte, megérdemli a halált, hogy ne menekülhessen. Miközben a hullák lelógó végtagjai között manőverezett, úgy érezte, mintha hínárban úszna. Driscoll még mindig a vécében volt ajaktalan, sokfogú mosolyával nem akarta látni. Driscoll szívét sem akarta látni. Amikor a levegő keringeni kezdett, az amerikai zászlóval betakarta a felső fedélzetre vezető átjárót, hogy ott tartsa a vért. Amikor az oxigén szint optimális lett, levette a sisakját. Rothadász szagra számított, de semmit nem érzett. Égve hagyta a lámpákat. A hazaúton aludni próbált, de a teste feszült volt, az elméje csupa rettegés. Képek villantak fel előtte. Az akasztottak, a futók. Nestor, amint megkérdezi, hogy hisze a test feltámadásában. Nem, nincs Isten, ez a természet rendje. Egy kígyót látott az űrsújtalanságában vonaglani, majd a saját farka felé fordulni, hogy beleharapjon. Ezüst foltokat látott, olyanokat, mint egy haraj. Enioku a csendes óceánon, amint mélyen belenyúl az elvékonyodott térbe, és érzi, hogy egy hal jelenik meg a tenyerében, majd kiszabadul csak az alvás felszínén lebeget, és arra ébredt, hogy a padlóra zuhan, a csattanásokra, amikor minden leesett körülötte, ami nem volt rögzítve, a kamera darabokra tört, a holtestek döngő puff. Puff, puff hangokat adva landoltak a padlón vagy a falakon. A föld gravitációja. Oda sietett a pilóta székhez, bekötötte magát, és a libra balesetére gondolt, utána a kisülésre. A Libra ott égett zuhanás közben azon a hosszú, álmatlan éjszakán. Az Onyx pilóta fülkéjének üvege sötétített volt, letompította az izzó tűzcsíkot, amelyet a légkörben húzott. Mint egy meggyújtott gyufa. Megölték Remarkot, gondolta. Az egyik Brand Lomonakó hurogban a csendes óceáni makrélák egy gödelhurokban ragadtak. Megint a Libra jutott eszébe, az a furcsa éjszaka a fogdában, az zendüléssel kapcsolatos élményei, utána meg a hajótörés. Mursult durhoz írt levelében pontosan meg volt fogalmazva. Mivel próbálkozott Remark, egy kaszkát hibával, hogy mind eltűnjünk. Egy fekete lyukkal. Én meg tudom csinálni azt, amit Remark nem tudott mondta ki most hangosan, miközben összeszedte a gondolatait. Nikol azt mesélte neki, hogy Remárk tömeges öngyilkosságra adott utasítást. Hogyha a Libra teljes legénysége eltűnt volna, akkor soha nem találták volna meg az Esperanz nevű bolygót. Te jó ég, szólalt meg most ismét hangosan, a Libra egy makréla. Én meg tudom csinálni azt, amit Remárk nem tudott. De mi lenne ennek az eredménye, merült fel benne a kérdés. Mi történ, ha besétálna a librába, ha valahogy sikerülne elindítania a kaszkát hibát? Őt úgy hozták ide, átvonszolták a folyón, amikor leszették a keresztről. Mindenkinek az a legnagyobb tévedése, mondták neki, hogy hisznek a saját létezésükben. A hulló csillag virága. Petrik Mursult azt hitte, hogy visszamehet a múltba a vardogerek mentén, Marian még kislány lesz. Ha visszasétálhatna az időben. Mikor van a terra firma, kérdezte magától. Nem most, nem 1997-ben. Az 1997 a Libra ejp -e. Ha képes lenne elindítani a kaszkát hibát, ha a Libra kihunyna, akkor mikor lenne a terra firma? Elképzelte, amint a terminus beborítja az elvékonyodott teret, elképzelte, amint a terminus eléri a librát, elképzelte, amint a fehér a Libra Kazimír vonalán utazva eléri a fellövése időpontját. A Terra firmát, Marian kislány, megint csak öt éves lesz. Nikol, amikor kiaszabadította őt a fogdából, azt mondta, hogy tizenegy év telt el. Úgy növekedett benne a remény, ahogyan a pesgő buborékjai emelkednek a magasba a pohárban. Ha a Libra megszűnik létezni, akkor ez az EJP is kihuny, minden kihuny. Az NSC hajói akkor is átkutatják majd az univerzumot és a távoli jövőket a mély vízben, de a Libra el fog tűnni. Senki nem fogja felfedezni az Esperanzt. Tudta, hogy így is megmarad az esélye, hogy valamelyik hajó véletlenül belebotlik abba a bolygóba, és elhozza a terminuszt, de ez csak lehetőség marad. És más lehetőségek is lesznek. A Terra firma a Libra fellövésének a dátuma, az a pillanat, amikor a Libra bekapcsolta a BL hajtóművet, vagyis 1985. november 7. Kortni mondta most. Az Onix áthatolt a vastag fehérségen, a szelek alatt szürkén hullámzó óceán felett, és leszállt az Apollo jeges futópályájára. Tömegek törték át a barikádokat, és áradtak felé, kergették a guruló kormorantokat, halálfélelmükben ügyet sem vetve a saját biztonságukra. Mosholt esteket látott a hóban. Még messze volt a termináltól, amikor egy buszméretű sárga munkagép átvágott az előtte lévő futópályán, és felé fordult, mintha neki akarna menni. Mit csinálsz? Gondolta, miközben a munkagép ott csúszkált a jégen. Egy jégmentesítő kocsi volt, a kiálló karja és a fecskendői vadul csapkodtak. A munkagép megfordult, kifarolt, és neki ment az ónix első kerekének. Mi a fasz, kiabálta most, miközben az ónix elakadt a munkagép roncsaiban. Lehet, hogy csak véletlen baleset volt, lehet, hogy csak a jég miatt ment neki a munkagép, de most látta, ahogy az első néhány ember már futni kezd a kormórand felé, kiabálva. Mások is megjelentek, családok, katonák, körülvették az Ónixot, és megpróbáltak felmászni rá. Be akarnak jutni a hajóba. Menteni akarják a bőrüket, el akarják foglalni a hajót. Most abban a pillanatban húzta fel az üvegbúrát, amikor az első ember felért hozzá. A sárga munkagép roncsán mászott felűzött tekintettel, fogadj be, fogadj be. Szájbe mászott lemos, hogy beengedje. Ki kellett menekülnie ezek közül az emberek közül. A lábával megtalálta a kormúrant létrafokait, de amint lejjebb ért. Kezek rángatták le és az aszfaltra lökték. Már legalább tucatnyi ember ostromolta az ónixot, és még többen közeledtek. Felmásztak a hajóra, bejáratokat kerestek rajta. Most meglátott egy másik kormórantot, a völgy amint elszáguldott mellette, és felszállt az égbe, holtesteket hagyva a futópályán a nyomában. Mindenki megűrült, gondolta mos. Visszafordult az Onyx felé, és látta, hogy az emberek kifelé dobálják a holtesteket, mintha csak nem kívánatos ballasztól szabadulnának. Senon. Őt hallotta, Okonort. A férfi nyókuval volt, hó lett köröttük. Okonor odaintett neki, de a viharban elveszítette őket szem elől, eltakarta őket a tömeg, ami egy távolabbi futópálya felé igyekezett. Egy újabb kormórantra várva, átverekedte magát a tömegen a terminálig. A folyosók a kinti őrülethez képest csendesek voltak. Most levette súlyos szkafanderét, csak a fehér neműje maradt rajta. A repülőtéren mindenütt podgyászok hevertek, amelyeket a gazdáik eldobáltak a menekülés lázában. Mos az egyik sporttáskában talált egy haditengerészeti melegítőt és egy pilóta a VFA 213 címerével, a fekete oroszlánnal, egy két farkú oroszlánnal a csillagok között. Felvette. A haditengerészet a bázis legnagyobb részét már sorsára hagyta. Az utak üresek voltak, a hó egyre magasabbra nőtt rajtuk. Most 15 centi havat sepert le a kocsijáról, és hallotta, hogy a motornak erőlködnie kell, hogy beinduljon. Miközben kihajtott a kapun, látta, hogy újabb tömegek áradnak be rajta. Virginia Beach utcái havasak, de járhatók voltak. Most mindig úgy képzelte, hogy a kataklizmák idején hatalmas dugók lesznek az utakon, de egyetlen mozgó autót sem látott, csak néhány üreset az út szélén. Mindenki holtan fekszik az otthonában. Gondolta, vagy ott ragadtak az ítéletidőben. időben. Az autópályákon már más kocsikat is látott, fényszóróik halványan pislákoltak a hóviharban. Négy ember ácsorgott az útszélén a fehér lyukat bámulva, mozdulatlanul, végtelenül bénultan, eltátott szájjal, de annyira, mintha szétfeszítették volna az állkapcsukat. A szájuk tele volt ezüsttel, úgy néztek ki, mintha higanytittak volna. A fém lecsorgott az arcukon, a nyakukon. Az első csapatfutót csak jóval a város határai után látta meg, olyan harmincan szaladhattak mesztelenül és mezítlába fagyos szélben. Most korábban bizarnak, szinte viccesnek képzelte a futókat, de most megrémítette a látványuk, ahogy elkeseredetten rohannak, nem is törődve a sérüléseikkel vagy az erejük megőrzésével. Üveges volt a tekintetük, dütől eltorzult az arcuk. Néhányan üvöltöttek is. Úgy száguldottak, mintha csípős rovarok raja kergetné őket, majd beértek az autópálya szélén álló erdőbe, és eltűntek szem elől. Most tudta, hogy addig fognak futni. Amíg a testük fel nem mondja a szolgálatot. Ha elérik a tengerpartot, akkor beszaladnak a vízbe megfulladni. Óvatlanul vezetett, meg megcsúszott a jeges utakon, cikázott a sávok között, és egyre jobban eluralkodott rajta a páni félelem attól, hogy rossz döntés volt idejönnie. Hogy át kellett volna szállnia a kenszerre, ahol a kollégái között lehetne, távol innen, és elhagyhatná a haldokló földet, hogy a végtelen űr egy másik sarkában keressen menedéket. Mire beért az erdőbe, már leszállt az éj, a fehér lyuk ragyogása visszatükröződött a hópejhekről, ezüstfényben fürdette a fenyőket. Azok a tüzek, amelyek majd elpusztítják a Monongahela nemzeti parkot és az összes erdőt, azóta égtek, hogy a fehér lyuk megjelent, és most látta, hogy mindkét oldalán lángok pislognak a fák között. Mintha tömögek mozognának az erdő mélyén zseblámpával. A Vardogerhez vezető földútautóval autóval esélytelen lett volna. Most sorsára hagyta a furgonját, és gyalogvágott neki az útnak, esetlenül csúszkálva a hóban, egyik fatörzs után a másikba kapaszkodva, az ágakba csimpaszkodva kaptatott felfelé. Bármelyik pillanatban elkezdhet égni a bőröd, gondolta, megtölthetnek a kcs és akkor ledobod magadról ezeket a ruhákat, és te is futni kezdesz, csatlakozol egy csapathoz vagy felemelkedsz a levegőbe. Kitántorgott a tisztásra, ahol Nestor valamikor lelőtte Viviant, ahol valamikor megtalálták Marian csontjait, ahol valamikor előkerült Marian vízhangja. Az erdő lángolt. Mos alig kapott levegőt, a hideg szél, a füst és a hamu égette a tüdejét. Az egész este sajgott. Ó, te jó ég mondta a megerőltetéstől zakatoló szívvel, de továbbment az egyre sűrűbb fák között, és hamarosan lábszár középig süllyedt a hóba. Megtalálta azt a vízmosást, amelyet Nestor követett valamikor. A kőrakások valahol itt voltak, jutott eszébe, de most arra biztosan betemette őket a hó. Vízcsobogást hallott, és arra felé indult a lejtőn. Egy befagyott haditengerészeti furgonra bukkant. Még nem kerítették el a területet, bár ezt tervezték az evakuáció előtt. Komolyabb munkagépek is hevertek a környéken, sorsukra hagyva. Néhány fát kivágtak, és a törzsüket egymásra halmozták. A fehér vardogerfát viszont nem borította be a hó. Most végig húzta a kezét a kérgén, olyan volt a tapintása, mint a hideg acélnak. Térdre rogyott abban a reményben, hogy a fa megnyílik, megtöbbszöröződik, megmutatja neki a fákösvényét, de semmi nem történt. A szél olyan hangot adott a fenyők között, mint betonon a seprű. Nestor itt hagyta meghalni. Az egyik jövőjében itt árulta el. Mi történhetett Nestorral? Elképzelte keresztre feszítve, fejjel lefelé a többi keresztre feszített erdejében, de ez a gondolat a férfi jövőben tanúsított kegyetlensége ellenére is túl kegyetlennek tűnt. Inkább arra emlékezett, milyen ezüstös volt a teste a holdfényben azon az első éjszakán, amelyet együtt töltöttek, az anyajegyek csillagképére a szíve felett. Szívét megtöltötte a bánat. Felállt, elindult a fa mellől, visszament. Csak egy fa volt. Nem, Mursult azt írta, hogy az ösvény optikai csalódás is lehet. Hogy talán folyamatosan létezik, csak láthatatlan, vagy a vérben lévő KCS ne csinálják, vagy akkor nyílik meg, amikor a BL hajtómű elsül. Minden esetre nem lehet megállapítani. Hogy mikor állnak a fák végtelen sorba a libra felé. Túl késő, mondta Nestor. Mit tegyek? Most felsikított dühében, tehetetlenségében. Mit tegyek? Az idő telt, a havazás és a heves szél megbénította. A kabátjába burkolózott, aggódott a levegőbe került kcs ennek miatt. Egymás után hatolnak belém, gondolta. Megtelik velük a vérem. Itt fogok meghalni. Azon gondolkozott, hogy itt talál-e rá majd a halál, miközben az ösvény megjelenésére vár. Nem olyan bizarr módon, mint amit a kcs ennek tesznek az emberrel. Hanem természetes halált hal ebben a természetellenes hidegben. A kabát, amit talált, egy bőrdzseki volt, szörmével bélelve, de a hideg beszivárgott alá, és a dér is a hajára fagyott, miközben az arcára húzta a gallériát. Kihúzta a karját az ujjából. Lehelgetni kezdte az ujjait, de a bőre szúrt és bizsergett, és tudta, hogy hamarosan nem fog érezni semmit. Sétálj! Mozogj! Élénkít fel a vérkeringésedet! Alkony. Kiment a tisztásra, a folyóhoz, majd visszatért a fehér fához. Amikor elhaladt mellette, megváltozott körülötte a táj. Már nem látta a haditengerészeti munkagépeket és a kivágott fákat. Mindenütt fenyők nőttek, nagyon sűrűn, és amikor az ösvényt keresve átnyomakodott közöttük, ugyanahoz a fehér fához ért vissza. Vagy, ez biztosan egy másik fa rájött, hogy már az elvékonyodott térben van, de az a fasor, amelyet Hilde Krugger követett, nem volt ott, csak a sötét erdő, gaiak és ágak, szúrós fenyőtűk. Ismét meglátta a fehér fát. És bár tudta, hogy csak eltévedt, ugyanúgy, mint a keresztre feszítése előtt, pánikba esett. Ismét átverekedte magát a sűrű fenyők között, és kiért a tisztásra, a sebes fekete folyóhoz, de úgy érezte, a rossz oldalon áll Enjoku és Okonor is valami ilyesmiről beszéltek, amikor itt voltak. A fehér fát a folyó túloldalán látta, pedig mögötte kellett volna, hogy legyen. Marian átkelt ezen a folyón, idézte fel, és én is átkeltem rajta Hildekruggerrel. De az a fasor, amit akkor látott, most nem jelent meg, és a kidőlt, hídként szolgáló törsem. sem. Senom most, a vízhang ebből a folyóból mászott ki, gondolta, közvetlenül azelőtt, hogy kobbagyon verte. Odaván szorgott a folyóhoz, kievickélt a partjára. A sebes víz tajtékot vert a köveknél, finom permettel szórta be. Talán át tudnak elni rajta, ha nagyon muszáj lenne. Éppen elég kő volt a vízben, hegyes szikladarabok az áramlatok felett, azokon át lehetne sétálni, gondolta. Meg fogsz halni, Senon! Kihülsz abban a vízben, nem tudsz majd hol megszárítkozni. Meg fogsz halni! De azért lemászott a hóval borított parton, és megsakkolta, milyen távolságra lehet tőle a legközelebbi kődarab. Átlépett rá a folyó felett, és nem veszítette el az egyensúlyát, amikor ránehezedett a műlábára. Egy szélroham támadt rá, megborzongott. A következő, laposabb kő közel volt. Összeszedte magát, átlépett rá, de a műlába térdizülete meghajlott, amikor merevnek kellett volna maradnia, és most megcsúszott, elesett, és beverte a fejét egy érdes kőbe. Mielőtt elsodorta az áramlat. Az egész teste azonnal átfagyott, a tüdeje görcsbe rándult a jeges árban, nem kapott levegőt. Elmerült, kétségbe esetten kapálózott, a keze néha hozzáért a kövekhez. De nem tudott megkapaszkodni bennük. A folyó elsodorta. Sikerült felnyúlnia a víz fölé, és az ujjai egy sima fához értek. Megragadta, felhúzta magát, szorosan belekapaszkodott az ágba, és zihálva kiemelte a fejét. Kimászott a folyóból, fel a kidőlt fára, a hídra. Megtalálta a vardogört, és hasonfekve átölelte. A ruhája teljesen átázott, jégpáncéllá vált rajta. Valahogy át kellett melegednie, ha nem akart meghalni. Három. A szél folyamatosan tépázta. Az ujjai és a lábujjai érzéketlenek váltak. Nem tudom, mit tegyek. Levegyem a nedves ruháimat. Akkor megfagyok. De akkor is, ha magamon hagyom őket. Az előtte sorakozó vardogerfák olyanok voltak, mint egy torzított perspektívájú kép, mindegyik egy kicsit kisebb, mint az előző. Az utolsó éppen, hogy csak egy szinte észrevehetetlen fehér pont a hóban. Ha meg kell halnom, inkább visszacsúsznék a folyóba, hogy belefulladjak, mint hogy ráfagyjak erre a fára. A folyó hivogatónak tűnt, csak bele kellene csúszannia. Nem lett volna szabad kimásznom, gondolta, és elképzelte, amint a víz békésen elsodorja, mint amikor az ember végre egy ismerős helyen alszik el egy hosszú távol lét után. Körbenézett, és még egyszer. Utoljára végignézett ezen a monokróm világon, a fehér fákon, a fehér havon, a fekete vizen, a homályban színfeketévé változott török zöldeken. Egy ember, narancssárgában. A távolban, az erdő szélén. Hilde Ruggerrel is látta ezt a narancsárgát, most is látja elvékonyodott tér. Amikor megpróbálta feldolgozni azt az eltévedést, ami a lábába került, arra jutott: Hogy a narancsárga ruhás nő csak egy repedés a pszichéjén, amit el kell folytania, úgyhogy szinte soha nem gondolt rá, de gyakran álmodott róla. Ezekben a furcsa álmaiban kapcsolatban voltak egymással, helye cseréltek, visszaállították a dolgok rendjét. És most már tudta, hogy az a narancssárga ruhás nő senommos. Hogy amikor őt lehúzták a levegőből, és berakták a kvadkombba, a pilóták nem azok voltak, akikre ő emlékezett. Nagyon sok különbség volt a két élete között, de ő akkora traumán ment keresztül, hogy kimagyarázta maga előtt ezeket a változásokat. Most viszont ráébredt, hogy amikor megmentették, akkor ennek a nőnek, a narancssárga ruhás nőnek az életébe vonták be. Küzdeni kezdett a széle ellen, visszafelé indult, a tisztás felé. Követte a vardogörsort az örök zöldekig, a narancssárga ruhás holtestig. Az űrruha egy átalakított szabadtéri mobilis egység volt, narancssárga, az újoncok színe. Most lesöpörte a holtesten felgyűlt havat, megfordította, és a saját arcát látta a vizor mögött. Egy fiatalabb arcot, húsz évvel fiatalabbat. Heves, könyvtelen sírás tört ki belőle, egy gyermek, még csak egy gyermek. Visszaemlékezett önmagára, arra, hogy mennyire megváltozott az arca, elképzelte, milyen lett volna, ha az ő élete ér véget ilyen fiatalon. Sajnálom, mondta, sajnálom, de ezt meg kell tennem. Szétcsatolta az kafander alsó és felső részét, levette a nő csizmáját. Sajnálom, annyira sajnálom, mondta, miközben kihúzta a testet a nadrágból és a ruha felső részéből. A nő hosszú alsóneműje száraz volt. Most levetkőztette, és közben engedélyezett magának egyetlen pillantást a fiatal lány lábára. Levette a saját jeges ruháit, és szárazra cserélte őket, vastag nadrágra és csizmára. A skafander felvétele mindig nagy kihívás volt, általában egymásnak segítettek benne, de most egyedül is elboldogult. Az NSC kicsit módosította a NASA skafandereit, karcsúsította őket. A felső rész nem volt egyszerű. Normál esetben egy hám tartotta volna egy helyben, amíg ő alábújik, de most bele kellett másznia, bele kellett dugnia a karját az ujjaiba. A helyére emelte a sisakot, bekapcsolta a csatokat a felső testén. Azonnal érezte a meleget, kezdett felengedni. Leült a fenyők alá, és reszketve olvadozott. Ismét érezni kezdte a végtagjait, ahogy átjárta a hő. Shannon most mesztelen teste ott feküdt a hátán, fejével egy hópárnán. A skafander mérője fekete volt. Ez a nő a sugárzásba halt bele, a kcs be. Gyönyörű volt, gondolta most azon a módon, ahogy az emberek húsz évvel később szoktak rádöbbenni erre. Aranyhaja szétterült, kék szemén megültek a pelyhek, bőrét lassan eltakarta a hó. Most tovább bámulta a havazást, és mire eléggé felmelegedett ahhoz, hogy felálljon és elinduljon, a hó betemette a másik testet. A fák ösvényét követte, de maguk a fák visszataszítóak voltak. Nagy erőfeszítéssel tudta csak legyűrni az egész helyi szemben táplált ellenérzéseit. Nem volt terve, nem tudta, mit fog csinálni, ha tényleg rátalál a librára. Remark egy kaszkát próbált beindítani a Libra BL hajtóművének katasztrofális összeomlását, ami elpusztította volna a hajót, és mindenkit. Aki rajta van, de a BL hajtóművekbe be van építve egy sor biztonsági óvintézkedés, és most nem tudta, hogy lehetne ezeket kicselezni. És semmiféle lőfegyver nem volt nála, amivel megvédhette volna magát az endülőktől, ha egyáltalán megtalálja őket. Az akasztottak ott nyögdécseltek, miközben átkelt a kidőlt fán. Morsult durhoz írt levelében benne volt, hogy nem szabad letérni az ösvényről. De amikor meglátta kétoldalt a havasmezőket és a távoli fákat, erős kísértés fogta el, hogy elmeneküljön a terminus káosza és a természet ellenesen ismétlődő fák elől. Most nem hitt Istenben. De egyre erősebbé vált a meggyőződése, hogy a pokol létezik és ekkor észrevette, hogy a távolban kikristályosodik a levegő, és amiket ő hegyeknek nézett, azok hatalmas jégtáblák, és arra gondolt, hogy minden absztrakt szépségük ellenére ez lehet a kárhozat. Egy férfi kammogott előtte az ösvényen. Szürke szilu egykét eltakarta a hó, és most csak akkor ismerte fel, hogy Hilde Krugger, amikor mellé ért. A férfi már korábban ledobta a kabátját és a pokrócát a jégre, és azokat elfújta a szél, levette a pólóját, látszott, hogy a bőre vöröses lila és üszkösen fekete. A melkasát vakargatta, keskeny, ezüst színű vércsíkokat fakasztva alóla. Az ajka is ezüst színű volt, és némi ezüst az állára, vöröses szakállára is lecsorgott. Égek mondta ezdekelve, amikor meglátta most, és térdre rogyott előtte, túl sokat tűz. Kérlek, segíts! Most távolságot tartott tőle, de nem félt. Tudta, hogy Hilde Kruger tudata már eltűnt. A férfi üveges tekintettel bámulta. Vért köhögött fel, de a vérébe ezüst keveredett, majd még több ezüst eltelítődött a szája, és lefolyt az ajkán. Te nem létezel, mondta, nem is létezel, csak én vagyok itt, de amikor most elindult, utána kiabált, segíts, segítened kell rajtam. A szél egy idő után túl a szavait, és Hildekrugger alakja eltűnt a hóesésben. Most is kezdte megérezni a KCS eneket annak a belső égésnek az első jeleit, amelyre a keresztre feszítése előttről emlékezett. Addig gyalogolt a lángoló ösvényen, amíg észre nem vette a kék szikrákat, és meg nem látta azt a fekete sebet a látó határon, a librát. A kupolánál, ahol Hildekrugger emberei őrködtek. Mesztelen férfiak meredtek az ég felé ezüstelteli szájjal. A libra legénysége, az endülés túlélői, köztük kobbis, akiknek az élete megállt a terminusban, ahol ezüst csöpög a szájukból és beborítja a testüket. Felettük csontok és húscafatok lebegtek, erek rajzolódtak ki a levegőben, szív és más szervek, zászlóként lobogó bőr, ami mintha az egész emberiségnek nekintett volna búcsút. Hilde Rugger már is szellemmé változott most szemében, a követőiből pedig csak ennyi maradt. Az a sok gyilkosság mit sem ért az árral szemben. Amikor a hajó közelébe ért, észrevette, hogy a libra törzse be van fagyva, hosszú tüskék vették körbe az orrát, mint egy szakkos szélű kitimpáncél, és a tat is hasonlóan nézett volna ki. Ha a BL hajtómű nem sül ki rendszeres időközönként, és el nem olvaszt mindent maga körül. Most csak akkor hagyta el az ösvényt, amikor kinyújtott kézzel már elérte a hajót. Addig gyalogolt mellette. Amíg meg nem találta a zsilipkamrához vezető létrát, és meg nem látta a vastagon ráfestett vért, a körmöket. A fekete folyó fájdalommentes lenne. Kiverte a fejéből ezeket a gondolatokat. A zsilipkamra be volt fagyva, le kellett vernie róla a jeget azzal a fémperemmel, amely a kesztyűjét rögzítette az űrruha ujjához. Eszébe jutott az első alkalom, amikor belépett ebbe a kamrába, a váratlan súlytalanság, Hilde Krugger szorítása. Tizenegy év a fogdában, emlékeztette magát, attól retteget, hogy a libra gödel hurkában ragad. Most nem szabad hibáznia. Valahogy be kell indítania a kaszkát hibát. Ha nem sikerül, azt talán soha nem fogja megtudni, bekerül a hurokba, ahonnan senki nem fogja kimenteni. A KCS-enek tűszúrásokként gyűltek benne. Eszelősen kaszabolta a jeget, be kell jutnom, gondolta, ki kell kerülnie a terminusból. És utána. Amikor először a Librában járt, eltűnt a gravitáció, és emlékezett, hogy Hilde Kruger megvárta a puskaropogás hangját, mielőtt tovább indultak. Amikor megölték a nukleáris parancsnokot, idézte fel. Ő is biztosan a hibát próbálta beindítani. Ha elég gyors leszek, gondolta. Ha bejutok a gépházba a gépfegyver ropogás előtt. Ha képes leszek közbelépni a kritikus pillanatban, megmenthetem a nukleáris parancsnokot. Megvédheti, amíg be nem indítja a kaszkád hibát. Tovább kalapálta a jeget. Megragadta a csapóajtót, és addig nyomta a teljes súlyával, amíg az engedni kezdett, és végül kinyílt. Most mély levegőt vet, felkészült arra, hogy gyorsan cselekedjen. A Libra bejárata egy kerek, fekete lyuk volt, de miután bemászott, lángok vették körül. Égő levegő, folyékony hullámok a zsilip kamrában. A hajó megrándult, a szirénák felsivítottak. Zuhanunk. A védőruhája tűzálló volt, de a lángok körülölelték, és érezte, hogy a bőre egyre melegebb. Elevenem meg fog égni. Egy újabb rándulás, neki ment a falnak. A Libra fülsiketítő fémcsikorgással földet ért. Mos feje a falnak ütközött, a vizorja megrepet. Az elektromos tűz betöltötte a sisakját, köhögnie kellett tőle, égni kezdett a szeme. Amennyire tudta, eltakarta a vizort a kesztyűjével, de még így is ömlött rajta befelé a forró füst. A kesztyűje megperzselődött. Védőruhája foltokban olvadásnak indult, a több rétegű bélése magas hőre volt kalibrálva, de a gépház tüze ellen nem védett. Most a padlón kezdett kúszni, hogy elkerülje a füstöt, de a levegő korom fekete volt. Már a ruhája is kigyulladt, a lángok kezdték átégetni. A bőrén érezte a forróságot, felsikoltott. Megégek, elevenen elégek, ebben a hurokban maradok, örökké égni fogok. Kék fényt látott a tűzben. Érezte az egyre erősebb feszültséget, a rettenetes elektromos töltést, a BL kisülését. Miközben felfelé kezdett úszni, a tűzés a füst eltűnt, a lángok nagy része egy pillanat alatt kialudt. Csak a ruhája lába égett még egy kicsit. Most neki ment a plafonnak, visszapattant róla. A tűzoltórendszer habot lövelt a ruhájára. Sújtalanság. Már biztosan bekerült a hurokba. Korábban egy másik ponton csatlakozhatott be, most a zuhanás alatt. Beragadtam a hurokba. Ez olyan volt, mint azon gondolkozni, hogy egy álomban ragadt -e. Utána minden túl gyorsan történt. Víjogni kezdett a nukleáris vészjelző, de most rossz helyen volt, ruhája megmerevedett a habtól. Sietve megindult, de a géppuska ropogás kioltotta a reményeit. Azt jelentette, hogy a nukleáris parancsnokot megölték. Nem sikerült megmentenie, hogy beindíthassa a kaszkát Megpróbált visszaemlékezni. A fegyverropogás után Hilde Kruger a gépterembe vitte. Most is odament, hát ha be tudja fejezni, amit a nukleáris parancsnok elkezdett, meg tudja fejteni a kezelőszervek funkcióját. A gépház pont olyan volt, mint előszörre a nukleáris reaktor ezüst dobja. A BL hajtómű a saját rekeszében. A nukleáris parancsnok holteste a műszerek felett lebegett, a saját vére zselészerű buborékában. Most félretolta a holtestet, levette kormos kesztyűjét, a sisakját, hagyta elúszni őket. Az irányítópult kapcsolók és gombok, kijelzők és villogó lámpák szürke káosza volt. Még a 70 években készült, nem volt benne ezer egy, nem voltak digitális kijelzői. Most ismét olyan tehetetlennek érezte magát, mint egy álomban. El kellett végeznie egy feladatot, de nem tudta, hogyan, be kellett indítania a kaszkát hibát, de nem ismerte a kapcsolókat. Próbálkozz, de nem, így nem fog menni. Ezek a műszerek hülye biztosak. Egyszerűen kikapcsolódna minden, és biztonsági kódot kérne egy jogosultsággal rendelkező tisztől. Eszébe jutott, hogy Hilde Krugger azért nem akart ebben a teremben maradni, mert Petrik Mursult, a lázadószöl nem sokára meg fogott jelenni. Nem szívesen keverednék vele itt közel harcba. A nukleáris reaktor kattogni kezdett, felsivított, és az összes lámpa kialudt. Volt valahol egy zseblámpa. A legközelebbi falhoz úszott, kitapogatta a tépőzárat, a rajta lévő fémszerszámokat, olyan dolgokat, amiket nem ismert fel a sötétben. Aztán újjai találtak a zseblámpa lencséjére, fogójára. Lehúzta a tépőzárról, és bekapcsolta. Segítségre van szükségem, gondolta, meg kell találnom Remárkot, mielőtt megölik. Hogyan? Kiúszott az ablakos folyosóra, oda, ahonnan először pillantotta meg a csillagokat. A csillagok most ragyogtak, hidegen égtek mindenütt. Az energiaellátási vészjelzés elnémult, és ismét bekapcsolódtak a lámpák. Egy kis pánik, egy adrenalin hullám. Most ráébred, hogy nem tudja, hol lesz Hildekrugger, hogy meghal ha a férfi bármelyik követője meglátja őt. De azt tudta, hogy Nikol Onyongó végül a fogdában fog elrejtőzni. Oda szökött be, attól tartva, hogy Hilde Krugger őt is megöli a vérfürdőben. De hol bujkálhat most? Elgondolkozott. Biztos volt benne, hogy Nikol erről is mesélt a gyümölcsösben, Miss Ashley gyümölcsösében, miközben a cigarettáját szívta. Ellebegett az elektrolízis kabinet mellett, és beugrott neki, Nikol azt mondta, hogy az életfenntartó berendezések termében bújt el, amikor kitörtek a harcok. Az elektrolízis kabinet egy keskeny szoba volt a víztisztító berendezéssel és az oxigénfejlesztő rendszerrel. Becsusszant az ajtaján, és behúzta maga mögött. Egy kis munkaterület bújt meg a kromszínű tartályok között, egy falhoz csavarozott szék, íróasztallal. Gépuska ropogás hallatszott a folyosóról. Most ki akart bújni a szkafanderéből, hát ha harcolnia kell. Alatta csak az a hosszú alsó nemű volt, amit a hulláról szedett le, a másik verziójáról. Az nem sokat véd, de legalább szabadon mozogna benne. Kikapcsolta az övét, lerukta a kormos, habbal borított nadrágot. Megpróbált kibújni a felső részből is, kihúzni a karját. Kérlek, ne bánts! A hang felé fordult. A nő az íróasztal mögött rejtőzött, az árnyékban. Milyen fiatal, szinte kamasz, a haja göndör és fekete, vöröses barna tincsekkel. Gyönyörű barna szemei vannak. A pólója és a sortja csupa vér. A sajátja. A keze be van kötve. Mezít láb van, egy puska lebeg a lába mellett. Nikol mondta mos, honnan ismersz, korábban ismertük egymást, egy másik időben válaszolta mos. Ez hogy lehet, kérdezte Nikol rémülten, verejtékben úszva, furcsa dolgok történnek. Nem értem. Hogy érted, hogy egy másik időben, segíts nekem levetkőzni felelte mos. A kérése előcsalogatta Nikolt a búvó helyéről. Segített mosznak kicsatolni az szkafander felső részét, áthúzta a fején. A fegyverét, egy Beretta M9-est az íróasztal mellett hagyta, és nem tiltakozott. Amikor mos lekapta a levegőből. Vagy fél tőle, vagy nem félt semmitől. Használtad már ezt, kérdezte most, még soha. Most látta, hogy csőre van töltve, nem tudod véletlenül, hogyan lehet elpusztítani a BL hajtóművet. Nem, csak a főmérnök és a nukleáris parancsnok tudja, ők hol vannak, meghaltak válaszolta Nikol, Remark nem halt meg, mondta most, hozzá el tudsz vinni. Te nem, nem érted. Ő azt akarja, hogy meghajunk felelte a lány, azt mondta, meg kell ölnünk magunkat. Megőrült. Miért kellene meghalnunk? A fogdában elrejtőzhetünk. Ott biztonságban leszünk. Meg kell találnom Remarkot erősködött mos, a fogdában nem fognak keresni. Ide hallgas, Nikol. Figyelj, mondta most, te mindezt túlélted. Amikor megismertelek, egy Donnell House nevű helyen dolgoztál ápolónőként. Embereknek segítettél, öreg embereknek. Te gondoskodtál róluk. Ápolónő visszhangozta Nikol, anyám ápolónő volt. Az anyám miatt tanultam orvosnak. Utána az apám a tudásomra hivatkozva győzte meg Remárkot, hogy vegyen fel a hajójára. Annyira hiányzik, nagyon hiányzik az apám. Segíts nekem, honnan ismersz, kérdezte Nikol, hogy hívnak, Senon, Senon, én nem akarok meghalni. Ne félj a haláltól emelte fel mossa csuklóját, hogy megmutassa neki az uroborosz karkötőt, a saját farkába harapó kígyót. Nikola a saját csuklójára, a saját karkötőjére tette a kezét. Igen válaszolta, igen, igen, meg kell találnom Remarkot, mielőtt megölik folytatta most, nem tőle kellene félned, Nikol. Ő segíthet. Szükségem van rá. Az ebédlőben válaszolta Nikol, Remárk és Krausz bezárkóztak oda. Kobb és a többiek odakint várnak, lesben állnak, hol van az ebédlő, oda tudlak vinni, válaszolta Nikol. Kinyitotta az ajtót, eltűnt a folyosón. Egy pillanattal később intett Mosznak, hogy kövesse. A hajónak halálszaga volt, kiürített belek és vér. Nikol kecsesen, gyakorlottan úszott végig a folyosókon, a korlátokba kapaszkodva húzta magát, most pedig kicsit lemaradva követte. A lány átvezette a három kvadkomp garázsán, a járművek ragyogtak az őket borító csillogópor alatt. Most ráébredt, hogy ez a három kvadkomp megjárta az Esperanzt. Ide fel, át a hálótermeken. A konyha az ebédlőbe vezet, mondta Nikol. A Libra konyhája egy rozsdamentes acéldoboz volt, amit súlytalanságban végzett főzésre terveztek. Minimalizált pultméretek, szögletes edények a főzőlapokon, egy barlangszerű mélyedés telekonzervekkel, mint egy eser rajzon. A szakácsok itt a falakon és a mennyezeten sétálhatnak, hogy oda a sütőhöz, majd leugorhatnak a padlóra, hogy kávét főzzenek, utána felsétálhatnak az egyik falra hússütés véget. Majd átugorhatnak a szemben lévőre tésztát dagasztani. A legtöbben ott vannak felettünk, a legénységi étkezőben, mondta Nikol, erre is mehetünk. A konyhából egy másik előkészítő helyiség az ebédlőben nyílt, a parancsnok és a magasabb rangú tisztek étkezőjének kiszolgálását intézték innen. A keskeny folyosót rozsdamentes acélszekrények szegélyezték, minden talpalatnyi helye tömve volt konzervekkel. Nikol megállt, visszafordult, de most kikerülte. Két férfi várakozott az ebédlő előtt. Terepmintás ruhát viseltek, a magasabbik félmeztelen volt, bár úgy tűnt, mintha vérből lenne a ruhája. Kob, gondolta mos. A férfi kicsit sem hasonlított az általa ismert vénkötekedőre, tökéletesen izmos harcos volt, szúrósan rövidre vágott, katonás frizurával. Hát találtak neki, de látta, hogy mindkettejüknél fegyver van: Kobnál egy M16-os gépfegyver, az idősebbnél egy oldal fegyver. Most elképzelte, amint némán meglepi őket hátulról, és szemtelenül végez velük egy-egy tarkólövéssel. Ez gyávaság lenne, de meg kell ölnie őket ahhoz, hogy megmentse a világot. Célkeresztbe vette Kob felső testét, és lőtt. Kob megpördült. Most eltalálta, a férfi malad szeméből értetlenség sugárzott. Felemelte a fegyverét, és a levegő belőtt egy sorozatot, ami ősvényt húzott a fagyasztókon, mielőtt moshoz ért volna. Mos viszonozta a tüzet, és a beretta rúgása hátra lökte, ennek ellenére a célponton tartotta, és tovább lőtt, ahogy tanították súlytalanság esetén. Többször is eltalálta Kobb melkasát. Vérbuborékok buktak fel a sebből, és végignézte, ahogy a férfi elernyed, mielőtt megérezte volna a szúrást a bal vállán, majd a bal mellében. Felsikoltott, inkább meglepetésében, mint fájdalmában, de a bizonyosság, hogy meglőték, egyre erősebbé vált, ahogy a sebe égni kezdett. A másik fegyverest már nem látta, visszabújt a konyhába. Nikol is ott rejtőzött. Most táguló vérfoltok jelentek meg, ahol a golyók érték. Egyre nehezebben kapott levegőt. Add fel kiabált ki, dobd el a fegyvert. Ensz is ügynök vagyok. Nem muszáj ezt csinálnod. Látott már videókat tűzharcokról rendőrök és olyan fegyveresek között, akiket kisebb védségekért intettek le az út szélére, és akik a fejükbe vették, hogy valakinek meg kell halnia. Mindig nagy hatással volt rá a dolog egyszerű brutalitása, ahogy két ember közvetlen közelről egymásra lő az a letisztultság, amikor nincs akrobatika vagy taktikázás. Csak ketten elindulnak egymás felé, és addig lőnek, amíg valamelyikük össze nem esik. Amikor mozgást hallott, felemelte a fegyverét. Felismerte a másik lövést, noha sokkal fiatalabb volt, mint az öngyilkossága idején a tükrös szobában. Az itteni flíz kicsit sem emlékeztetett a csontfán lógó, kövértetemre, bár amikor most meglátta a tekintetét a szemüvege vastag lencséje mögött, eszébe jutott. Hogy ez az ember nemrég veszítette el az eszét az Esperance felszínén. A férfi a mennyezeten rohant felé, folyamatosan lövöldözve, értetlen és dühös arccal. Most újabb csípést érzett, ezúttal a bal combjában, a műlába felett, de megőrizte az egyensúlyát, és további csípésekre számított, arra az érzésre, hogy halálra csípi egy méraj. És mindeközben olyan higgadtan üritette a golyóit az ellenfele melkasába, mintha egy papír céltáblára lőne. Flísz meghalt, de a teste nem állt meg, forogva közeledett, vérszalagokat húzva maga után. Most leengedte a vállát, hogy felfogja a becsapódást, de a tetem elrepült felette. És neki ment egy kenyérsütőnek. Ó, a picsába mondta mos. Három golyó, gondolta. Legalább három golyót kaptam. Hallott már olyanokról, akik harminc vagy még több golyót kaptak, de annyira fűtötte őket az adrenalin, hogy még jóval azután is ellenálltak a letartóztatásnak, hogy meg kellett volna halniuk. Téged viszont egy golyó is megölhet, gondolta. Egy golyó is elég. Oké, okay, mondta nehézkesen, Nikol, szükségünk van Remarkra, a fájdalom egyre erősebbé vált. A sebe erősen vérzett, vérgyült a műlába köré, és emelkedett felfelé, meg kell találnunk. El kell szorítani a vérzést, Nikol próbált nyomást alkalmazni a combján, de továbbra is dőlt a vér a lőtseből. A lány keresett egy vékony konyharuhát, és szorítókötést csinált belőle. Vakító fájdalom. Most felsikoltott, amikor Nikol meghúzta a csomót. El kell mennünk, mondta a lány, Senon, mindenki hallotta, nem, meg kell találnunk, Remárkot mordult fel mos. Dörömbölni kezdett a bezárt ajtón, ami nagyobb volt, mint a többi fémnyílás záró a hajón, hogy könnyebben fel lehessen szolgálni ott a vacsorát. Véres tenyérnyomok maradtak rajta a kezenyomán. mos, enszisz! Jöjjön már, sietnünk kell! Remark! El kell indítani a BL, a picsába! Enszis ügynök vagyok! Jöjjön ki! Nikol vele együtt dörömbölt. Nikol onyongó vagyok! Jöjjön ki! Gyorsan! Onyongó vagyok! Az ebédlő ajtaja kinyílt. Most látta ugyan Remark fotóját a Libra legénységi névsorában, de a nő még így is sokkal fiatalabbnak tűnt, mint képzelte. Alig pár évvel lehetett idősebb nála, a haja fehérezüstnek tűnt, fiúsan rövidre vágva, frufruval. Vászonna drágjában és a US Haditengerészeti Akadémia feliratú pulóverében inkább keltette női foci kapitány, mint hivatásos katona benyomását. Karcsú volt, sportos, szögletes álló felemelt kézzel lépett ki az ajtón, inkább higgadságot sugározva, mint megadást. Chloe Krausz, a hajó tüzérségi parancsnoka szintén feltartott kézzel követte. Ő magasabb volt Remarknál, elegánsan rövidre vágott, tűzvörös hajjal. Fegyvertelenül vonultak vissza az ebédlőbe, amit magukra zártak. Most tudta, hogy Chloe Krauszt végül lelőtték volna a tűzharcban, Remarkot pedig lefogták volna, majd bevonszolták volna a legénységi étkezőbe, hogy Hilde Krugger elvágja a torkát az emberei előtt. Majd körbeadja a holtestét. Megsebesült állapította meg Remark, mi segíthetünk. Krausz kapott megfelelő képzést. Erre nincs időnk, felelte Mos, ezek az emberek azért harcolnak maga ellen, mert meg akarja semmisíteni a Librát, hogy került ide, kérdezte -re már, maga nem a legénységem tagja. Be kell fejeznie, amit elkezdett, felelte Mos, szaggatottan lélegezve, vérízét érezve a szájában, hiba, a BL, ki maga, kérdezte -re már, honnan tudja mindezt? Hallott már az elvékonyodott térről, kérdezte Mos, a téridőhurkokról. Remárd gyanakvó tekintettel rászandított. Az álla megfeszült. Rendben. Menjünk a gépházba, mondta, a BL megsérült a harcok kitörésekor, de be kell indítanom a kaszkád hibát ahhoz, hogy bekövetkezzen a szinguláritás. Hilde Kruger a legénységi étkezőben van, mondta Nikol, mindjárt idejön. Krausz elkapta kop fegyverét, az M16-ost, és betárazta. A kvadkompok garázsán át is meg tudjuk közelíteni a géptermet folytatta Nikol, arról jöttünk. Van egy gyorsabb út is szólalt meg Krausz, ha leereszkedünk a fegyverterembe, onnan egyenesen átjutunk a gépházba. Nem tudok felelte most. Egyre több vért veszített, egyre jobban fázott. Egy téli erdő, egy örök erdő. A szorítókötés időközben meglazult a lábán, és mindenütt vércseppek lebegtek körülötte. Nem tudok mozogni. Nikol átkarolta, gyere, kövessük őket. Krausz levezette őket az egyik hajtóműházba. Kinyitott egy csapóajtót, és még mélyebbre ereszkedtek az egyik barlangszerű fegyverraktárba, ahol a muníciót tárolták. Elhaladtak a jobboldali lézergenerátor, egy szürke. Lencsével felszerelt doboz mellett. Most füstszagot érzett. Amikor bezárták a fogdába, valami kigyulladt, idézte fel. Vajon mikor fogja a tűzvész elpusztítani a hajót? Lehet, hogy kifutunk az időből, gondolta. Kifogunk futni az időből, és én még csak észre sem veszem majd. Ha a BL meghajtó elsül, a libra legénysége újra rendeződik, mint a bábuk egy saktáblán. Fel, mondta Krausz. Egy vaslétra vezetett a mérnökségre, a gépházba vezető folyosóra. Most Nikol mögött úszott, a sort Remark zárta, aki becsukta mögöttük a vasajtót. De amikor beléptek a mérnökségre, egy hangot hallottak. Fegyvereket eldobni. Remark, adja fel. Dobd el azt a kibaszott fegyvert, Krausz. Petrik mursult állta el a gépház ajtaját egy M16-ossal, lövésre készen. A pultnak vetette a hátát, nehogy hátralökje a lövések ereje, és három telitár lebegett mellette karnyújtásnyira. Most összeomlott, csak azért mentette meg Remárkot, hogy áthozza ebbe a másik halálba. A férfi egyetlen új mozdulattal végezhet mindegyikükkel. Petrik mondta Nikol, kérlek. Nem engedhetlek be ide titeket felelte Mursult. A tekintete hideg maradt, miközben Nikolhoz beszélt, és most ráébredt, hogy azok az érzelemkezdemények, amelyek valamikor a viszonyukhoz fognak vezetni, még nem csíráztak ki benne. Éppen olyan könnyedén megölni gondolta, ahogyan bármelyikünket. Dobd el a fegyvert, Kraus, mondta Remark, és a tüzérségi parancsnok engedelmeskedett, beszéljük meg, folytatta a kapitány, te azt hiszed, hogy helyesen cselekszel. Kárlis idejön, vágott közben mursult, és ő meg fogja ölni. Ő akarja megölni. Le akarja vágni a kibaszott fejét egy fejszével. Mursult szólalt meg most, Damaris, ő, de cserben hagyták a szavak. Szédült a nagy vérveszteségtől. Ez meg ki, vándorolt mursult hideg tekintete mosra, neki nem lenne szabad itt lennie. Most beszélni próbált, de fuldokolni kezdett a vértől. Vett egy mély, nedves lélegzetet. Egy másik időből jöttem, mondta, láttam, mi lesz ennek a vége. Neked van egy Damaris nevű feleséged. Van egy öt éves lányod. Lesz még egy fiad, aki most még nem született meg, és egy másik lányod is. Amit most csináltok, annak nem lesz jó vége. Mind meghalnak emiatt. Mindig meghalnak. Mursult most szívére fogta a fegyverét. Jelét sem adta semmilyen érzelemnek vagy rádöbbenésnek, megadhatod nekik a jövőt, Petrik. A lányodnak, Mariannak. Látta a pillanatot, amikor a férfit a lánya nevének hallatán legyőzték az érzelmei. Mursult leeresztette a fegyverét, menjetek! feltartom őket, amíg csak tudom, de közelednek. Nikol becipelte most a gépházba, Remark és Kraus követték őket. A BL meghajtó egy kék gázkorona közepén volt, ami úgy villódzott, mint a fény tükörképe a vizen. Az egész terem bűzlött az elektronikus tűzszagától. Krausz behúzta az ajtót, erre teszelte. Most gépfegyver ropogást hallott a folyosóról, pár rövid sorozatot, majd csend lett. Itt vannak. Remárt kinyitotta a BL hajtó műkapcsoló szekrényét. Mosvért látott a levegőben, és kincses ládák jutottak eszébe akváriumok alján, az, ahogyan felpattan a fedelük, és buborékok szállnak fel belőlük. Az én vérem, gondolta. Vér áztatta hosszú jéger alsóját, vérbugyogott a combjából, és a buborékok körülöttük lebegtek. Buborékok egy akváriumban. A BL hajtóműre nézett, amelynek a kísértet kék fénye koncentrikus körökben pulzált kifelé. Sziszegés, robbanás, és az ajtó leszakadt a zsanérjairól. Ne, gondolta most, miközben Hilde Kruger úszott be a tűzből a gépházba. Krausz meglőtte, de a férfi követői beözönlöttek a helyiségbe, és viszonozták a tüzet. Nikolt is eltalálták, a lány melkasából vérpermet és vérszalagok löveltek ki és alakultak gömbökké. Most újabb csípéseket érzett a lábában, a hasában. Mélyen belehasított a fájdalom. Ne! Megvan szólalt meg Remark, és kék fény jelent meg a BL körül, egy intenzív plazmaburok, egy búra. Krauszt szitává lőtték, a teste úgy pörgött a levegőben, mintha összekötözött rongyokból állna. Remark felsikoltott, de most mintha víz alól hallotta volna a hangját. Mindnyájan a víz alatt vagyunk, gondolta holtestek lebegtek körülötte, a vérremegő gömbök és rohanó golyók formájában távozott a beleiből. Hilde Krugger fiatal volt. Még semmi nem tűnt ördöginek benne. Csak rémült volt, és önző. Remark halántékához emelte a fegyvere csövét, és elsütötte. A kimeneti seből vérfröcskölt, és most végignézte, ahogy párává áll össze, és lehullik. A saját vére összekeveredett remárkéval, és ezt a permetet maga felé kezdte húzni a BL meghajtó gravitációja. A túlhajtott hajtómű kék fénybe borította a helyiséget, és most vett egy végtelenül fekete pöttyöt ennek a ragyogásnak a mélyén. A feketeség egyre nőtt, tökéletes kör lett belőle. És ez a tökéletes kör hamarosan mindent elgörbített maga körül, maga felé hajlította a világot. Most az egész időt meglátta abban a fekete körben, mindent, ami volt, és mindent, ami még lesz, az első öndudatlanságtól az utolsóig. Miközben a fekete kör kitágult, a létezés összement. A libra és a téli erdő, az örökzöldek és a terminusz, a hóval borított világ. Most maga is megérezte ennek a gravitációnak a vonzását, mielőtt őt is felfalta a fekete lyuk. Minden gondolat megszűnt, minden szenvedés. Már nem testként, hanem fényhullámként csúszant be abba a sötétségbe. Epilógus. 1986. január 28. Még sűrűbb havazás. Úgy lebeg az utcai lámpák előtt, mint a csillámpor. Nem akart ilyen időben vezetni, úgyhogy gyalogosan vagyunk. Átvágunk a szomszéd kerten, átbújunk a fenyősorágai alatt. Amikor felhúz egy gajat, beborít a hó. Te szemét. Ó, te szemét, sikkantok fel, és igyekszem lerázni a hajamról a pejheket. Ő nevet. Gyúrok egy hógolyót, felé hajítom, de a szétmálik a levegőben. Ezer éve nem hallottam így nevetni. Ha meggazdagszom belőle, akkor nem zavar, ha az vagyok mondja, vagy ha gazdagom megyek férihez. Én megelégszem ennyivel. Baleseteket keresünk a városban. Hallottál már autóbalesetet. Olyan a hangja, mint a műanyagnak mondja. Kemény dobozos kamelt szív, én is elveszek belőle egyet, az utolsók egyikét. Ő megkocogtatja a sajátját a dobozon, utána az enyémet is. Meggyújtja a sajátját, én pedig az övéről gyújtok rá. Rengetegen csúszkálnak, de egy baleset sincs. Reszketek, csak apám haditengerészeti kabátját hoztam magammal. Ő a Michael Jackson jackie van, aminek cipzáras az ujja. Egy autó halad el mellettünk, a sofőrje a dudára tenyerel, Kortni bemutatja neki a középső ujját, és valaki nevetni kezd. Lehet, hogy ismertek minket. A Seven Hills az Euclid utcán, Kortni kedvenc boltja, mert az ottani eladónő soha nem kér személyét. Kortni cigarettát vesz, én egy forró csokit az automatából. Gim mondja a nő, hadd nézzem meg. Majd azzal folytatja, Jézus kibaszott Krisztus, amikor Kortni letolja a garbóját, hogy megmutassa a hegét. A sepphely élénk fehér, és örökre meg fog maradni. Mert valami elmebeteg elvágta a nyakát. Elég recés, látszik, hogy hol hatolt be a kés, hol kezdett takadozni. A nő átadja a kemény dobozos kamelt, és azt mondja, ezt én állom. Legalább egy cigarettát nyerjél ezen az ügyön. Á minden itt válaszolja Kortni, á, Pizza Hutban voltunk, megérdemelte jegyzem meg, elszívom az utolsót, odakint leszek, csak egy pillanat. Kifizetem a forró csokit és a Clear Blue terhességi tesztet, a pénztáros nő simán beüti. Csak annyit mond. Ha nem teszik az eredmény, akkor várj pár percet, mielőtt kiborulsz. Soha nem árt, ha még egyszer leellenőrzöd. Együtt heverünk a szoba padlóján. Elég helyünk van hozzá, ha feltesszük a lábunkat az ágyra. Kortni már a harmadikat szívja, de én lassan csinálom, karikákat fújok a mennyezeti ventilátorra, és azt nézem, ahogy az visszafújja azokat felém. Powerage, a B oldal. Nem beszélgetünk, de ez nem baj, mert Kortni azt mondta, az igazi barátoknak nincs szükségük szavakra. Amikor a lemez lejár, megkérdezem, hogy aznap este hazamegy a bátyja. Jessie inél van válaszolja Kortni. A fenébe. Korábban, mielőtt elmentünk a Seven Hillsbe, nem éreztem, de most már érzem. Olyan, mintha egy pillangó verdesne a hasamban, mintha ott csapkodna a szárnyaival. Kortni feláll lemez cserélni, a bekimbleket teszi fel. Megérintem a hasam. Ő mostanában néha hozzáér a nyakához, szórakozottan, mintha a nyakláncát igazgatná. Amikor visszatér a padlóra, olyan közel van egymáshoz az arcunk, hogy érzem a bőréről sugárzó hőt. Hajnali három van. Felébredtem, de Kortnit hagyom aludni. A kék keresztre gondolok, ami megjelent, amikor lepisiltem a pálcikát. Arra gondolok, hogy fogom elmondani a bátyjának. Végigoszonok az előszobán, és benézek az ágyára, de nincs itt. Azt kívánom, bár csak itt lenne. A hugágya, a bátyágya. Milyen lenne, ha Kortni a testvérem lenne? Olyan, mintha legjobb barátnők lennénk, csak még jobb. Lesétálok a földszintre. A nappali teraszajtaja előtt el van húzva a függöny, és a hó annyira visszatükrözi a holdfényét, hogy odabent mindent ezüstfény borít. Kinézek a hátsó kertbe, olyan bársonyos a hó a gyepen. Rásimul a fenyőkre, olyan egyenletes, zavartalan egy lábnyomokból álló kört leszámítva. A nyomok tökéletes kört alkotnak, de nem látok nyomokat, amik oda vezetnének, vagy onnan indulnának. Mintha a levegőből zuhant volna le valaki, majd megtett volna egy kört, hogy utána eltűnjön. Az anyám hisz a jelekben, de soha nem a jókban. Vajon hogyan fogja megkérni a kezemet? Ott, helyben, amikor elmondom neki. Nem, rendesen fogja csinálni, egy romantikus helyszínen, vacsora közben. Maradt még pár fotóm a gimi első évéből, amit odaadhatok neki. Amikor elmondom, egy képet is adok majd neki, hogy gondolhasson rám, amíg messze jár, gondolhasson ránk. Azt mondja, hogy beáll a haditengerészethez, hogy világot lásson, de Kortni szerint csak azért csinálja, mert nem vették fel az egyetemre. Azt mondja, talán Németországot is látni fogja, vagy Egyiptomot, esetleg Japánt. Elképzelem, hogy mit fog majd csinálni, amikor elmondom neki. Elképzelem, ahogy felszalad a szemöldöke. Meg fogja kérni a kezem, és a estépadban fogunk összeházasodni. Kortni lesz a koszorús lányom. Amíg távol lesz, minden nap a estépadban fogok imádkozni. Imádkozom az apámért, és imádkozom a férjemért, akik mindketten a tengeren lesznek. Elképzelem David a végtelen vizen, amint egy olyan csillaghoz imádkozik, amelyet ő választott nekem és nevezett el rólam. Shenon, imádkozik majd ó, senon csillag! És majd megmutatja a csillagát, a mi csillagunkat, és elmagyarázza, hogyan tudom megkülönböztetni a többitől, és azt mondja, hogy azt a csillagot fogja nézni, és rám fog gondolni közben, és arra kér hogy én is tegyem ugyanezt! és az ilyen estéken majd megcsókolom az alvó gyermekünket, és kimegyek, hogy megkeressem a csillagunkat, és tudni fogom, hogy jól van, tudni fogom, hogy csillagfényben fürdik. Miközben leugrik az árbócról a fedélzetre, miközben végignéz az éjszakai tengeren, miközben a hajó acéltörzse a hullámokat szeli. Tudni fogom, hogy a csillag fényesült rá, tudni fogom, hogy biztonságban van, tudni fogom, hogy rám gondol, ránk, és tudni fogom, hogy bármilyen messzire is hajózik, egy szép napon hazatér majd.